Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a MANT tagjait, a Híradás Technikai Tudományos Egyesület tagjait, és mindazokat, akik a Galileo webcast közvetítésén nézik a MANT és a HTE által szervezett pódiumbeszélgetést. Ennek a pódiumbeszélgetésnek kicsit hosszú és hányatott története van. Erre már valamikor februárban szerettünk volna sort keríteni, aztán márciusban, aztán még egyszer márciusban, és a végén most így az interneten találkozunk a kedves nézőkkel és hallgatókkal. A téma, ahogy a meghívóban látták, a műholdseregek, vagy leánykori nevén ugye a megakonstellációk. Hát a megakonstelláció az egy elég, hát mondanám, undorító szó, ezért nagyon hálásak vagyunk Almár Ivánnak, hogy egy ihletett pillanatában kitalálta a műholdseregek megnevezést, amit azonnal el is kezdtünk terjeszteni. Mielőtt azonban Almár Ivánnak átadnám a szót, szeretném bemutatni a mai beszélgetésünk résztvevőit. Mindenek előtt Almár Iván, űrkutató csillagász, aki a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. Bacsárdi László, mérnök informatikus, a MANT alelnöke, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék docense, a HTF távközlési szakosztály elnöke. Bartóki Gönczi Balázs, jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az űrjogi kutatócsoport vezetője. Frey Sándor, űrkutató csillagász, a CFK tudományos főmunkatársa, az űrvilág portál főszerkesztője. Én pedig Bot Előd vagyok, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke, én fogom vezetni a mai beszélgetést. Ahogy látják, megpróbáljuk ezt a műhold seregek témát több irányból is körüljárni, ezért van az, hogy mérnök informatikus, csillagász és jogász szakértőt is meghívtunk a beszélgetésre. Mindenek előtt azonban elsőként szeretném átadni a szót Almár Ivánnak, és megkérlek, Iván, hogy mondj néhány bevezető gondolatot a műhold seregek témának a jelentőségéről, és hogy miért is kezdeményezted ezt a beszélgetést, ezt a témát egy kicsit boncolgassuk. Iván, tiéd a szó. Hát magam részéről én is szeretettel üdvözlöm a jelen nem lévő hallgatóságot, és mindazokat, akik nézik ezt az adást. A műhold seregek, ugye az a új jelenség, hogy egy alkalommal nem tucatnyi, vagy maximálisan két tucatnyi mesterséges hold kerül pályára, hanem összehangolt formában tömegesen juttatnak föl együttműködő kisméretű holdakat valamilyen cél érdekében, amely általában az internet világméretű elterjesztésével kapcsolatos. Most ez a megakonstelláció, amit előd is említett az előbb, ez azért is szerencsétlen szó, mert a konstelláció az csillagképet jelent magyarul, és hát itt csillagképekről szó sincs a valóságban. Valamit ki kellett találni. Hogy ez a legjobb, nem tudom, majd kiderül. Minden esetre én azért tartottam nagyon fontosnak, hogy egy ilyen sokoldalú megközelítés keretében próbáljuk megbeszélni, hogy mi a jelentősége ennek az új eseménynek, hogy tömegesen kerülnek műholdak viszonylag magas pályára a Föld körül, és beszéljük meg azt is, hogy milyen veszélyekkel függ össze ez a jelenség. Mi csillagászok egyébként kicsit gyanakodva nézünk erre az egész vállalkozásra, vagy nagyon gyanakodva, szóval erről majd később még szó lesz. Az egész jelenséget én azért érzem forradalmi jelentőségűnek az asztronautika történetében, mert általában mindig, amikor valamiből bekezdődik a tömeges gyártás, legyenek azok autók, vagy rádiók, vagy televízió, vagy bármi, akkor új korszak. Történetében eddig még nem volt. Tehát most hirtelen tömegével jelennek meg egy rendszerbe
tartozó, egy helyről irányított műholdak egy cél érdekében, és ez egy teljesen új jelenség. Azonban, mint terv, nem teljesen új. Most erre szeretnék hivatkozni röviden, még a hátralevő egy-két percben. Tudnék, ennek van egy története ennek az ügynek, amire azt hiszem a jelenlévők közül már nagyon kevesen emlékeznek. Visszamegyünk 60 évet, és 1961-ben, akkor már másfél éve vita folyt arról, hogy a Westford projektet megvalósítsák-e vagy nem, és kísérletek kezdődtek. Ez a név azt hiszem ma már kevés embernek mond valamit. 61-ben vagyunk Gagarin évében, és ekkor történt az, hogy Egyesült Államokban a hadsereg megpróbálta bevezetni ezt a programot, amelyet dipolgyűrű programnak is lehetne fordítani, ez jobb megfelelő, mint a Westford, ami nem jelent számunkra semmit. Én erről 1961-ben írtam egy cikket az Élet és Tudományba, mert föl is mutatnám, hogyha ez látszik a képernyőkön, hogy ez az eredeti, egy kép van hozzá, és két-három mondatot szeretnék bele felolvasni, hogy egyáltalán miről van szó. Az első kísérletben a hordozórakéta csak 35 kg-nyi dipolt vinne magával, és indítana útnak néhány ezer kilométer magasságban. A 350 millió drótdarabka, hosszuk 17 mm, tömegük alig 10 ezred gramnyi, két hónap alatt szétoszlana egy 10 km széles, 8 km vastag gyűrűben a föld körül oly módon, hogy a dipolok átlagos távolsága egymástól 370 méter lenne. Ezek a földről a gyűrű felé irányított 4 cm hullámhosszú sugárzást visszaszórnák a föld felé, és ezáltal létrejönne a kapcsolat távoli pontok között, ezen a hullámhosszon, tehát például a televíziós számára gondolták használhatónak. Ugyanennek a cikkemnek a befejező mondata következő volt: minden azt bizonyítja, hogy a Westford terv nem veszélytelen csillagászati és asztronautikai vonatkozásban. A terv megvalósítása ellen a Belga Tudományos Akadémia be is jelentette tiltakozását a Nemzetközi Csillagászati Uniónál. Megvalósítására tehát csak a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele után fokozatosan kerülhetne sor, ha kísérletileg is beigazolódna, hogy semmilyen vonatkozásban nincs hátrányos hatása, ha ez nem sikerül, a tervet feltétlenül el kell vetni, írtam 1961-ben. Én azt hiszem, hogy ez sok szempontból vonatkozik a mai helyzetre is, amit úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy csak fokozatosan és óvatosan. Abban az időben ez nem valósult meg, voltak előkísérletek, a dipolok nem működtek rendesen, a föld mágneses tere megzavarta őket, az egész programot levették a napirendről akkor, amikor az első aktív távközlési hold felbocsátására sor került. És bebizonyosodott, azóta se kísérletezett ilyen mennyiségű műholddal senki, hogy hát 380 millió dipolt felbocsátani a föld körül pályára, ez talán egy túlzott és elhibázott kezdeményezés volt. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm, Iván, ezt a bevezetőt, és azt hiszem, hogy fantasztikus analógiákra lehetne itt rámutatni, hogy ez a hála Istennek kudarcba fulladt terv, ez hogy viszonyul a mostani tervekhez, amikről itt részletesen szeretnénk beszélni. Én azt gondoltam a mai beszélgetésre, hogy először körüljárnánk egy kicsit a technikai kérdéseket, aztán az anyagi vonatkozásokat, jogi vonatkozásokat természetesen közben, és utána térnénk rá egy kicsit részletesebben arra, hogy milyen területeken milyen veszélyt jelent, vagy nem jelent a műholdseregeknek a pályára állítása.
Én először rátérnék a rádiótechnikai kérdésekre, és Bacsárdi Lacitól kérdezném azt, hogy egyáltalán miért van szükség ezekre a műholdseregekre, hiszen jelenleg is vannak távközlési holdak, geostacionárius pályán, más pályán is, mik a frekvenciák, szóval miért jó az, hogy az internetet más műholdakról is sugározzák, mint eddig? Én is köszöntöm ennek a beszélgetésnek a részvevőit és az online nézőit. A kérdés megválaszolásához készítettem pár diát, csak azért is, mert viszonylag régebb óta követjük figyelembe azt, hogy hogyan is néz ki akár a SpaceX-nek a Starlink rendszere, akár a különböző műholdseregekhez kapcsolódó rendszerek. Ugye az űrvilág űrkutatási hírportálon rendszeresen írunk arról, hogy éppen mi újság a Starlink kiépítését követően. Lehet egy sokkoló hír, aztán mégiscsak a Space News-nak volt a cikke, ami a következő dián látható, amikor arról értesülhettünk, hogy a SpaceX által kezdetben pár ezer műholdasra tervezett Starlink rendszer, az kinövi magát, és egy 42 ezer műholdas rendszerről beszélünk, és nem beszélve a többi egyéb kiépítés alatt álló, vagy tervezett egyéb műholdsereg rendszerről, mint az éppen csődbe ment OneWeb, vagy az egyéb országokban lévő kezdeményezések. Én abból a szempontból vagyok szerencsés helyzetben, hogy ezzel a témával már 6 évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni, akkoriban a Space Generation Advisory Council, amit egy ENSZ-által alapított szervezet, az egyik éves rendezvényén a NASA űrkommunikációs igazgatóságának a támogatásával szervezett egy workshopot, ami nem másra koncentrált, mint hogy miért van szükségünk internetre az űrből. És hát amikor ezt a témát 2015-ben a világ különböző országából érkezett kollégákkal feldolgoztuk, akkor egy internetes mémet hívtunk segítségül, ez látható a következő dián. Ugye előttünk van a Maslow-nak a híres szükségpiramisa, hogyha kielégítettük a fizikai szükségletünket, csak akkor juthatunk el odáig a szintig a piramis tetejére, hogy az én képünk az teljesen rendben van. És hát 2014-be keringett ez a módosított ábra az interneten, hogy hát a néha még a fizikai szükségleteinknél is kis túlzással előrébb való az, hogy legyen wifi kapcsolatunk, vagy legalábbis mobil internet kapcsolatunk, mert napjainknak a kommunikációja az a személyes kommunikációtól eltolódott a virtuális tér felé. Ugye itt a koronavírus járvány miatt elmúlt 2-2,5 hónap is mutatja azt, hogy a táv szereplés az mennyire megjelent az embereknek a világába. Szóval úgy tűnik, hogy szüksége van nagyon sok embernek arra, hogy kapcsolatban legyen másokkal, nem csak személyes kapcsolatban, hanem hírközlő rendszerek útján lévő kapcsolatban. És hát itt Magyarországon vagy Európában nagyon egyértelműnek tűnik, hogy sétálunk az utcán és tudjuk fogadni a mobil hívásokat, vagy leülünk egy netkávézóba és internetezünk, vagy a munkahelyünkön el tudunk érni széles sávú internetet. De a következő ábra azt mutatja, hogy azért a világon nem ez a helyzet. Ezt a térképet a Facebook készítette el, 2014-15 környékén készült, és amit ábrázol ez a világtérkép, az, hogy milyen lefedettséggel rendelkeztünk akkoriban szerte a világon. A 2G az a hagyományos mobilhálózat, amelyen keresztül mondjuk tudtunk hangkívásokat bonyolítani és SMS-eket küldeni. A 3G és a 4G már az a hálózat, amelyen keresztül nyugodtan tudunk videóhívásokat is bonyolítani egymással. A Wi-Fi jelzés pedig, amit ilyen pirosas színnel van jelölve, azok pedig a nyilvánosan elérhető Wi-Fi hozzáférési helyeket jelölik. Ami ebből a térképből érdekes, hogy a nagy része az fehér, és nem csak azért, mert a Földünk nagy részét óceánok borítják, hanem azért, mert az úgynevezett széles sávú internetlefedettség, ahol gyorsan tudunk adatokhoz hozzájutni, az viszonylag kicsi az egész világot tekintve. Az a becsésünk, hogy a Föld népességéből kb. 4 milliárd embernek jelen pillanatban sincsen internet kapcsolata, legalábbis széles sávú hozzáférése. Úgyhogy amikor felmerült ez az űrinternetnek a
a kérdésköre, akkor nyilván nagyon sokan ebből az irányból kezdték el megközelíteni a kérdést. A következő ábra csak így próbálja ábrázolni a különböző lehetőségeket, ahol fel lehet használni, nyilván nagyon távoli területeken, akár az oktatás, akár a mindennapoknak a kérdésében, de ezt fel tudjuk használni, akár a precíziós mezőgazdaságban, nyilván arra is, hogy repülőgépeken tudjunk internetszolgáltatást biztosítani, és hát a katasztrófa védelem számára is hasznos lehet, hogyha időben és gyorsan hozzá tud jutni különböző adatokhoz. Amikor elindult ennek az űrinternetnek a felerősödés a 2010-es évek közepén, akkor több különböző elképzelés versengett egymással, valahogyan ezt szemlélteti a következő ábra is, aminek az alján látjuk azt, hogyha van a Földön, itt az ábra közepén egy akár mondjuk egy mobil bázis állomásunk, akkor ezzel viszonylag kicsi területet tudunk lefedni. Ha mondjuk egy repülőgépre helyeznénk el valamiféle internet kapcsolatot biztosító rendszert, akkor már nagyobb területet tudunk lefedni, és hát nyilván műholdak segítségével még nagyobb lefedettséget tudunk elérni. És a 2014-2015 környékén a SpaceX meg a OneWeb mellett azért más cégek is beszálltak a SkyFi-nak, vagyis az égből érkező internetnek a versenyébe, hogy a két legnagyobbat nevezzem meg, az egyik a Facebook, a másik a Google. A Facebooknak az volt az ötlete, hogy majd hatalmas drónokat készít, ezeket fogja reptetni, a drónok képesek lesznek arra, hogy akár 30 napot is eltöltsenek a levegőbe, és internet kapcsolatot biztosítsanak a felhasználóknak. Az volt az elképzelésük, hogy a drónoknak a szárnyfeszt távolsága az nagyobb lesz, mint egy Boeing 737-es repülőgépnek a szárnyfeszt távolsága, tehát hatalmas drónokról beszélünk. A Google pedig arra gondolt, hogy stratoszférikus balonokat készít el, amelyeknek az anyaga nagyon vékony anyagból készülnek, a milliméternél is vékonyabb anyagból, és ezek is felkerülnek a légkörbe, és ott majd eltöltenek 30-40 napot. És akkor emellett jelent meg a SpaceX a később Starlinkre átnevezett ötletével, illetve a OneWeb a maga ötletével, hogy ők pedig műholdak segítségével szeretnének lefedettséget biztosítani, és hát mindegyik csoport elkészített különböző üzleti terveket, hogy ezeket hogyan lehet megvalósítani. Úgyhogy ennyit így a kezdeti 2010-es évek közepén lévő háttérről. Nyilván azért is beszélgetünk 2020-ban műhold seregekről, mert hogy ezek a közül az ötletek közül úgy néz ki, hogy első körben a SpaceX-nek a hálózata lesz megvalósítható. Az, hogy miért nem jók a geostacionárius pályán lévő műholdak, azt a következő ábrákon szeretném összefoglalni. Ugye különböző típusú pályákról beszélünk, van az alacsony föld körüli pálya, ami mondjuk 300 kilométertől mondjuk 2000 kilométerig terjed, és hát van a geostacionárius pálya, aminek az a jellemzője, hogy oda elhelyezünk egy műholdat, akkor rádiótechnikailag nagyon könnyű helyzetben vagyunk, a műhold a Földdel együtt forog, tehát ha van egy antennánk, ami rámutat a műholdra, akkor az antennánkat nem kell forgatni. A következő ábra az pedig azt mutatja meg, hogy a különböző pályákon hogyan alakulnak a kapcsolódó sebességek. Nyilván minél inkább lejjebb vagyunk, tehát egy alacsony föld körüli pályáról beszélünk, annál gyorsabban haladnak ott a műholdak. Ugye pont mindez, amit akar jelenteni, meg szemléltetni, hogyha mi alacsony föld körüli pályára helyezünk el egy műholdat, nyilván az sokkal gyorsabban fogja megkerülni a Földet, mint egy geopályán lévő műhold. Tehát lefedettségi szempontból jobban járunk, ha geostacionárius pályára helyezünk műholdat. Ez volt a régi megoldás is. Most is tudunk geoműholdaknak segítségével is akár internet kapcsolathoz hozzájutni. Ugyanakkor van egy probléma a geostacionárius pályával, ez pedig a késleltetés. A nyilván lefedettségi szempontból nagyon jó, attól függően, hogy milyen frekvenciasávot használunk, akár a 10.000 kilométeres lefedettségi területről, még ennél nagyobbról is tudunk beszélni. Ha meg azt nézzük, hogy a Starlinknek az egyik műholdját vesszük, annak a lefedettségi területe mondjuk csak 500 kilométer a Földön. Ugyanakkor a késleltetés az nagyon nagy geostacionárius pályán. Ha figyelembe veszünk mindent, akkor a késleltetés az mondjuk ilyen 600 millisekundum is lehet. Csak hogy mondjak egy analógiát, itt a széles sávú internet kapcsolatban a mi késleltetéseink, azok
mert mindannyian itt Budapesten ülünk, így pár millisekundumos lehet, de hogyha ezt a hívást vezetékes hálózaton keresztül bonyolítanánk Amerika és Európa között, akkor a késeltetés körülbelül 60-70-80 millisekundum lenne, ez nagyon sok mindentől függ az internetes hálózaton, de kb. Ekkora nagyságrendről tudnánk beszélni. Ehhez képest geostacionáris pályán lévő műholddal a késeltetés az több mint 600 millisekundum. És akkor itt jelenik meg a műhold seregeknek a világa, amelyik még az üvegszálas összeköttetésnél is kisebb késeltetést tud kínálni, ami azt is jelenti, hogy sokkal gyorsabb, mert hogy úgy tudunk gyorsabban átjuttatni információt, hogy nem az adatmennyiség lesz nagyobb, hanem a valós időben sokkal hamarabb tudjuk ezt eljuttatni a másikhoz, vagy a vevőnkhez, és ebből a szempontból alacsony földközi pályán keringő műholdakra van szükségünk. Na, köszönöm szépen. Majd a OneWeb-nek az üzleti modelljére még visszatérünk esetleg, hogy az mennyire volt sikeres, de még nálad hagyva a szót, jött egy kérdés egy nézőnktől, hogy ezek az új műholdak már a kvantum kommunikációt használják-e? Erre, hogyha röviden válaszolnál. A rövid válaszom az, hogy nem, a műhold seregek nem használnak kvantum kommunikációt. Ugyanakkor ha most csak a Starlink rendszert nézzük, a SpaceX-nek a rendszerét, ez nagyon sok technológiai újítást tartalmaz. Az egyik ilyen újítás az antenna kezelésben. Az antenna kezeléshez kapcsolódik. Nincsen arra szükségünk, hogy az antennákat, azokat mozgassuk, és utána álljunk a műholdnak, miközben áthalad egy alacsony földkörüli pályán fölöttünk. Ez egy fázisvezérelt antenna rácsot használunk, ami azt jelenti, hogy kicsikét játszva az interferenciával és az adásunknak a frekvenciájával képesek vagyunk irányított hullámokat kiadni, anélkül, hogy a fizikai antennát mozgatnánk. Ezért le tudjuk követni azt a műholdat, ami áthalad az égen fölöttünk. És a SpaceX-nek a rendszer azért is érdekes, mert a Starlink műholdakhoz, amikor benyújtotta a Nemzetközi Távközlési Unióhoz, illetve az amerikai szabályzó hatósághoz a kérelmét, akkor ott megjelölte azt, hogy a műholdjaihoz szeretne elhelyezni lézereket is, vagyis nem csak rádiókommunikációval szeretné tartani a kapcsolatot, hanem lézer, tehát optikai kommunikációval is, ez azonban még nem kvantumkommunikáció. Köszönöm szépen, és akkor most, ha már itt a frekvenciák szóba kerültek, akkor én Balázshoz fordulnék, ugye, mert Balázs jogi szempontból tudná megvilágítani azt, hogy mi a helyzet itt a frekvenciák kiosztásával. Ezt a Nemzetközi Távközlési Unió meglehetősen szigorúan szabályozza, de hát itt ilyen nagy tömegű műholdnál valami rendet kellene teremteni ebbe. Vannak-e erre elképzelések, Balázs? Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit. Igen, a világűrre kapcsolatos jogágaknak a leginkább szabályozott aspektus az a távközléssel kapcsolatos, és az ITU, az a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek a szabályzatai azok, amik rendezik azt, hogy az űrfrekvenciákat, illetve pályapozíciókat, tehát ahova a műholdat pályára állítják, hogyan kerülnek kiosztásra. Talán ahhoz, hogy megértsük a problémát, egy pár szóban az alapeljárásáról ezeknek a frekvenciáknak a kiosztását érdemes átvenni. Tehát ahogy ezt előd is említette, ezt nemzetközi szinten koordinálják, hiszen az űrfrekvenciáknak a használata ugye számos államot érinthet. Ezeket, tehát az ITU koordinálja, azonban a nemzeti hatóságokon keresztül, így Magyarországon az NMH, aki kompetens, hogy a SpaceX-nek a kérdéskörét az pedig az amerikai FCC koordinálja. Az, hogy milyen frekvenciásávot lehet kiosztani, ezt is nemzetközi szinten a World Radio Conference konferencián állapítják meg, és az első lépés az az, hogy egy műhold rendszer a nemzeti szabályozó hatóságon keresztül előzetesen információkat oszt meg arról, hogy milyen tervei vannak. Ezután átmegy egy nemzetközi koordináción, és hogyha ez sikeresen lezárul, akkor a nemzeti szabályozó hatóságon keresztül notifikálják, bejelentik a Nemzetközi Távközlési Egyesülethez ezt a rendszertervet,
és utána kerül be gyakorlatilag a nemzetközi frekvenciafelosztási táblázatba, és innentől védett, és az övé az a frekvenciasáv használatra legalábbis, és pályapozíció, ahova utána a rendszerét üzembe helyezheti. Nagyon röviden ezek a legfontosabb etapok, nyilván nagyon szigorú határidőkhöz is kötött ez. Ugye innen indultak, és utána az évek során szigorítottak. Ugye először is nagyon fontos az, hogy ne például a SpaceX sem egy papír műhold sereget tervezzen, tehát lefoglalja előre a frekvenciasávokat, és utána nem tesz fel műholdat. Ezért egy szabály az, hogy az eredeti dokumentumok bejelentéstől 5 éven belül alá kell támasztani nagyon komolyan azt, hogy ez egy megépülésre kerülő műholdrendszer lesz, és egy későbbi szabály volt az, ami előírt azt, hogy 7 éven belül pályára kell állítani azt a műholdat. Most ez a 7 év, ez igazából nem a műhold seregekre lett kitalálva, hanem egyes műholdakra, vagy egy-két műhold, ami rendszerben működik egymással. Éppen ezért 2011-től kezdve egyébként az ITU már 100-tól több ezres műhold hálózatokra, műhold seregekre kapott bejelentéseket, ami nem csak adminisztratív terheli meg egyébként az ITU-t, hiszen elképzelhetjük, hogy ennek az adminisztratív feldolgozása milyen terhet jelent rá, hanem felveti azt a kérdést is, hogy hogy lehet ezt 7 éven belül üzembe helyezni a jelenlegi szabályok szerint. Ezért volt nagyon fontos a 2019-es VRC, ez a Nemzetközi Rádiókonferencia, ahol két fontos határozatot hoztak. Az egyik a kisműholdakra vonatkozik, ami némileg könnyíti a kisműholdaknak a világűrbe juttatását. Ez nem vonatkozik a megakonstellációkra, vagy műholdseregekre, hiszen az csak a 3 évnél nem hosszabb élettartamú műholdakra vonatkozik, és maximum 10 műholdat lehet egybe kapcsolni. Viszont kifejezetten a műholdseregekre is elfogadtak egy határozatot, tekintettel erre a 7 éves időtartamnak a tarthatatlanságára, illetve azért, mert ezeknek a műholdaknak a szakaszos pályára állítása miatt nem lehetett pontosan látni a jelenlegi szabály szerint, hogy éppen a frekvenciák kihasználtsága hogyan alakul. És bevezették ezt a lépésről lépésre, vagy etapok szerinti szabályozást, mely szerint a 2014. január 1-e után bejelentett műholdrendszerek esetében 9 év után a bejelentéstől, tehát 7 év plusz 2 év után kell a 10%-át ennek a rendszernek pályára állítani, 12 év után, tehát 7 év plusz 5 év után az 50%-át, és 7 év plusz 7 év, az a 14 év után kell a 100%-át gyakorlatilag ezeknek a műholdrendszereknek a pályára állítani. Ez a kötelezettség, ezzel próbálják meg azt elérni, hogy követhető és szabályozott keretek között legyen ezeknek a műholdseregeknek a pályára állítása, üzembehelyezése. Köszönöm szépen, tehát úgy néz ki, hogy itt az ITU azért fölkészült ennek a rendszernek a fogadására. Tehát... Én úgy gondolom, hogy igyekszik, de az kétségtelen, hogy ezt majd a műszaki kollégák jobban megerősítik, hogy körülbelül 3000 műhold kering most a Föld körül aktív. Na most, hogyha az 42 000-es számra gondolunk, amit itt belengedett például a SpaceX, akkor elképzeljük ennek az adminisztratív terhét, amit jelent ez mondjuk egy ITU szervezetére, hogy ezeket feldolgozzák adminisztratíve, átmenjen minden ellenőrzési eljáráson, csak a koordinációról is, akár a nemzetállamok között, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igyekeznek felkészülni, de azért nagyon komoly kérdéseket vett fel ez eljárási szempontból is. Persze, de hát a munka mennyisége az egy dolog, a másik az, hogy azért az elvek azok úgy látszik, hogy helyesen körvonalazódnak, és szóval, hogy készen állnak arra, hogy itt egy ilyen technika megjelenik. Egy pillanatra kanyarodjunk még vissza a technikához, és Lacitól kérdezném, hogy ha ezek a rendszerek tényleg elindulnak, és ha mondjuk egynél több rendszer lesz, amelyik nem jut csődbe, akkor egyrészt ezek kompatibilisek lesznek egymással, és másrészt pedig hogyan történik, ugye ez említetted a fázisvezérelt antennákat, ki a vevő, és hogyan jut el a szolgáltatás a felhasználóhoz? Erre a kérdésre is készültem egy ábrával, ez azt köszönöm szépen. Csak egy ilyen kis illusztrációként, hogy olyan is néz neki egy ilyen rendszer. Ez most éppen a OneWeb-nek az egyik ábrája, ugye szintén aktívan dolgozik
dolgozott, fog dolgozni műholdseregeknek a létrehozásán. Ami a nagy előnye a műholdak segítségével kínált internetnek, mert a 2020-as terveket tekintve, hogy ellentétben a régi műholdas rendszerektől, ment a műhold kommunikációs rendszerektől, a műholdas telefonunk azt jelentette, kis túlzás, hogy elővettünk egy bőröndöt, és kivettünk belőle egy hatalmas telefont, amivel a készülékkel közvetlenül tudtunk kommunikálni a műholddal. Az új típusú rendszereknek a végfelhasználói eszközei, azok itt az ábrán is látható kis terminálok. A OneWeb először egy ilyen kis félgömböt tervezett, és az volt az elképzelés, hogy ez az a kis felhasználói terminál, ami kapcsolatban van a műholddal, de az, hogy a felhasználó számára az, hogy műholdas internet kapcsolattal rendelkezik, az nem jelenik meg kvázis semmilyen módon, számítva azt, hogy ki a szolgáltatója. Ugyanis ami történik, hogy ő kapcsolódik egy hálózati hozzáférési ponthoz, mint hogyha otthon felcsatlakoznánk a Wi-Fi hálózatunkra, vagy akár a mobiltelefonunk csatlakozna egy mobil hálózatra. Itt az ábra is mutatja, hogy a OneWeb azt tervezte, hogy 3G-t, 4G-t és akár Wi-Fi-t is tud nyújtani az eszközzel. Aztán Elon Musk egy kicsivel messzebb ment, és bejelentette azt, hogy a SpaceX által használt földi terminálok, azok olyanok lesznek, mint a pizzásdoboz, mert hogy olyan laposak és vékonyak, úgyhogy itt ezen a képen már a OneWebnek az áttervezett földi termináját lehet látni, ami szintén hasonlít egy valamilyen jellegű pizzás dobozra, és hát szintén Elon Musk mondta az egyik tweetjében, hogy a nagyon egyszerű módon lehet használni majd a Starlinknek a földi termináljait, dugd be a konnektorba, és mutass fel az ég felé, esetleg cseréld fel ennek a két lépésnek a sorrendjét, és akkor is működik a dolog. Tehát jóval egyszerűbben lehet felhasználni, oldalról kezelni, mert utána a telefonunk csak csatlakozik egy hálózathoz. Úgyhogy ennyi az előnye mondjuk felhasználói szempontból. A másik érdekessége ennek a rendszernek, hogy nyilván mi egy darab, ami mind végfelhasználó, egy darab leópályán álló műholddal vagyunk kapcsolatban, hiszen éppen az halad el felettünk. De azért van szükségünk műholdseregekre, mert a műholdak egymás közt nagyon gyorsan továbbítják az információt, és összekötnek minket azzal a távoli ponttal, amit szeretnénk elérni. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy föld-műhold kommunikáció van, hanem műhold-műholdak közti kommunikációra is szükség van. A SpaceX például ezért fog elhelyezni valószínűleg lézerforrást a műholdjain, nem a föld irányba fog vele kommunikálni, de a műholdak közti összeköttetés fogja optikai módon megvalósítani, nagyon gyorsan lehetővé téve az adat továbbítást. És ez nyilván informatikai szempontból azért nagyon izgalmas kérdés, mert arról beszélünk, hogy van nagyon sok műholdunk, amelyek mindegy vonat haladnak egymás után az egyik pályán, de több különböző pályán keringenek a műholdak, és hogyan tudjuk megtalálni az optimális útvonalat az egyfolytában nagyon gyorsan haladó műholdak között. Ezekre mind ki kell találni a megoldást, amit már Elon Musk a cége ki is talált, ezt a következő ábra nagyon jól bizonyítja, hogy Elon Musk híres arról, hogy Twitteren szokott kommunikálni más amerikai emberekhez hasonlóan, és hát ezen az ábrán éppen Elon Musknak az egyik tweetjét lehet látni, amit Twitteren keresztül küldött, és ezt a Starlink rendszeren keresztül küldte, tehát műholdakon keresztül jutott el az ő készülékétől a Twitternek az adatközpontjába. Az, hogy ezek mennyire lesznek kompatibilisek egymással, arról kevésbé van információnk most jelen pillanatban, mert hogy ezek valahol mégiscsak konkurens rendszerek, amelyek készülnek, és én ezen a ponton kevésbé tartok elképzelhetőnek olyan jellegű kompatibilitás, mint mondjuk a mobiltelefonunkban, amely képes az amerikai GPS, meg az európai Galileo navigációs rendszernek is fogadni a jeleit. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ezt a technikai részt ezt most zárjuk le, és térjünk át a másik részre, a tényleges műholdseregek bemutatására. Mielőtt azonban átadnám Frejsanyinak a szót, szeretném megköszönni azoknak a nézőknek az aktivitását, akik küldenek be kérdéseket. Nagyon köszönjük,
de ezek közül ma csak azokat a kérdéseket fogom a kollégáknak föltenni, amik szorosan a témánkhoz kapcsolódnak. A többi kérdésnek azért örülök, mert jó ötleteket adnak, hogy melyik az a téma, ami érdekli a hallgatóságot, és esetleg lehet máskor egy másik beszélgetést szervezni, de azokra most, ma nem szívesen térnék ki, egy más alkalommal, nagy örömmel. Ezzel adnám át a szót Frey Sanyinak, és kérlek szépen, hogy mutasd be ezeket. Működik, legalábbis már keringenek fönt műholdjai. Szó esett a OneWebről, amiről annyit tudunk, hogy keringnek fönn műholdjai, aztán közbe csődbe ment a cég, de vannak egyéb tervek is. Mit tudunk ezekről, mennyire reálisak a tervek, mekkora műhold szám várható az egyes rendszerekben, és milyen pályákon fognak ezek keringeni? Sanyi. Hát köszönöm szépen ezt a sok kérdést. Hogyha erre én mindost válaszolnék, akkor szerintem lejárna az adásidő. Ezért igyekszem azért ennél gyorsabban végigmenni ezeken. Hát ugye, hogy pontosan mennyi lesz az a rendszer egyáltalán, amiről szó van, azt szerintem még ma senki nem tudja. Tervek nyilván vannak. Amikről talán érdemes beszélni, azok a tervek, amelyek már megvalósulás közben vagy közelében vannak. Leginkább a SpaceX-nek a Starlink rendszerről volt eddig is szó. Itt ezen a rajzon is látszik, hogy első körben közel 1600 műholddal számolnak, amelyeknek elvileg 2022 végéig kéne pályára állni. Most, hogy hol jár ez a folyamat? Körülbelül egy éve volt az, majdnem pontosan, napra pontosan egy éve volt az első 60-as adag, amit felbocsátottak ebben a rendszerben, és most 420-nál járnak, most nem számoljuk ezt a két korábbi tesztműholdat, ami még régebben került pályára. Amikor terveztük ezt a beszélgetést, akkor úgy tűnt, hogy még újabb 60 fölmegy, de aztán ezt végül elnapolták a Crew Dragon űrhajó startja után. Szóval a lényeg az, hogy körülbelül 400 és 500 között vannak ezek a műholdak. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy már ezek közül van, amelyik nem is működik, tehát tönkrement. Ugye gondolhatjuk, hogy ha ilyen nagy sorozatgyártásban készülnek ezek a műszaki eszközök, akkor biztos van bármilyen gondos gyártás mellett is selejt. Úgyhogy ez már majd a későbbiekben érdekes lesz, hogy mi történik majd ezekkel a selejtekkel, de azért a legtöbb ilyennek működőképes. Ezeknek a pályamagassága az 550 kilométer a működési pályamagasságuk. Felbocsátás után ezek alacsonyabban vannak még, és onnan fokozatosan kerülnek magasabbra. És amit még érdekes elmondani, hogy ezeknek a pályahajlása, ez olyan 53 fokos puskázom itt a feljegyzésében, 53 fokos szögben hajlik a pársíkjuk az egyenlítőhöz képest, itt ezen a képen is látszik, hogy lényegében az 53 fokos észak és déli szélességig jutnak fel. Aztán esett szó a Starlinknek a későbbi terveiről, ezek magasabb, ilyen 1100, 200, 300 kilométer magas pályára kerülő további műholdakról, és nagyobb pályahajlási műholdakról is van szó. És akkor még ugye nem beszéltünk a 10.000-es nagyságrendről, amiről már a beszélgetés elején szó volt, hogy ezekből konkrétan mennyi fog megvalósulni, azt ugye nehéz lenne most nekünk itt megjósolni. Nyilvánvaló, hogy egy kicsit a sötétbe is ugranak most ezek a cégek, mert nem igazán tudják, hogy erre az egészre lesz-e fizetőképes kereslet, lesz-e igény, tehát nem tudjuk most megmondani, hogy mikor fog ez tényleg kiépülni, ha egyáltalán. Sokszor idéztük Elon Muskot, az egyik nemrégi nyilatkozata, amikor a OneWeb az egyik konkurencia csődvédelmet kért egy pár hónappal ezelőtt, az volt, hogy hát ugye bízik benne, hogy a Starlink lesz az első olyan alacsony pályás távközlési műholdrendszer, amelynek az üzemeltetője nem azzal kezdi, hogy csődbe megy. Talán emlékezetes sokak számára az Iridium, ugye, talán a Bacsárdi Laci említette is, hogy ezeket a
ezeket az óriási ilyen bunkofon méretű telefonokkal kezdték 90-es években. Az volt a koncepció, hogy internet, nem internet, hanem akkor még ugye mobiltelefon volt a sláger, tehát hogy lehessen műholdas közvetítéssel mindenhonnan a Földről mobiltelefonálni. Igen, ám csak ehhez a kézi készülékek azok borzasztó nagyok voltak, iszonyú drágák voltak, magának a műholdrendszernek a kiépítése nagyon sokba került, és mire felkerült ezeknek a műholdaknak egy jelentős része, addigra a cégnek elfogytak a forrásai, és csődöt jelentett. Ugyanakkor ma is működik ez az Iridium, azóta a műholdaikat fel is frissítették, tehát valójában talán egy kicsit megelőzték a korukat azzal a szolgáltatással, amit akkor nyújtottak. Hát valószínűleg ez fog bizonyos értelemben most is megismétlődni. Nagy kérdés, hogy mennyi fog ezekből a nagyra törő tervekből megvalósulni, de azt látjuk, hogy az is elhangzott már, a Balázs mondta, hogy a jelenleg működő műholdak számával nagyságrendben azonos, vagy idővel még nagyobb számú műholdról van itt szó, tehát ez egy nem kis változás tulajdonképpen az ő tevékenységben. Köszönöm szépen, Sanyi. Az anyagi részekre még azért majd visszatérnénk, csak előtte átadnám a szót Balázsnak azzal, hogy mondanál egy pár szót itt is a jogi helyzetről. Ugye a világűrjognak az alapját az 1967-es világűregyezmény, vagy más néven alapelv szerződés képezi, de hát 1967-ben ez a szerződés nyilván államokról szólt, és államok űrtevékenységéről, fogalmuk sem volt a szerződés megalkotóinak arról, hogy egyszer majd magáncégek 1000 vagy 10 000 számra fognak műholdakat fölbocsájtani. Mit tud kezdeni a világűrjog ezzel a helyzettel? Szerencsére nem ennyire rossz a helyzet a 67-es egyezmény alapján, ugyanis valójában az amerikaiak már akkor is számítottak arra, hogy előbb-utóbb magánpiaci szereplők fognak megjelenni. Ez az amerikaiak mentalitásából fakad, hiszen elég, ha csak a távközlési piacokra gondolunk, Amerikában nem állami koncernek voltak, akik a távközlésért felelősek voltak, hanem ott a Western Union és az AT&T volt, mindig magánpiaci szereplőkre bízták ezt, ott ez volt a gazdasági alapelv, hogy nem avatkoznak a piac működésébe. És az amerikaiak már az egyezmény elfogadásakor is számoltak és számítottak erre, nyilván az oroszok kezdeményezés, az oroszoknak a szándékával ellentétben, és igazából ez meg is jelenik, ha azt veszük mondjuk a világűregyezménynek a 6. cikkében, ahol az államokra telepíti azt a felelősséget, hogy ők felelnek a nemzeti tevékenységükért. Ugye nem véletlen éppen ezért, tehát hogy a világűregyezmény lehetővé teszi azt, hogy ne csak államok végezzenek űrtevékenységet, de a felelősséget egy és egyedül az államnak kell viselnie. Tehát ő nem foglalkozik a magánpiaci szereplők, és ebben viszont teljesen igazad van. Nem véletlen egyébként, hogy például az ESA-nak a 22 tagállamából jelenleg 15 tagállam fogadott el nemzeti űrtörvényt, pontosan azért, hogy ezeket a felelősségi kérdéseket rendezze, továbbhárítsa a piaci szereplőire. Tehát ez az egyik fontos, hogy igazából az Amerikai Egyesült Államok fog felelni ezért a rendszerért, ha úgy vesszük például nemzetközi szinten. Az egy nagyon érdekes kérdés, így kicsit reflektálva az előttem szólókra, hogy semmi nem garantálja, hogy Elon Musk cége az örök életű lesz, hogyha fellő ennyi műholdat. Elég, ha van webre gondolunk, elég, ha arra gondolunk, hogy egy rossz tweettel hány milliárd dollár tud egy pillanat alatt elveszíteni. Viszont ezek a műholdak, ha fenn vannak, akkor már fenn maradnak. Ha megnézzük a nemzetközi példákat, nemzeti űrtörvényeket, ugye a nemzetközi jog azért eléggé magas szintű és keveset mond, de a nemzeti törvények már sokkal konkrétabbak, ugye sokan szabályozzák azt az esetet, hogy mi van, ha valaki csődbe megy, bár inkább az, hogy mi van, ha valakinek ugye visszaveszik az engedélyét, és a hálózattal valamit kezdeni kell. Ezt nyilván tudják kezelni egy-két műhold esetében, akkor általában az a megoldás, hogy átadja egy másik szolgáltatónak, átveszi az állam. Képzeljük el azt a helyzetet, hogyha fent van több tízezer műhold egy szolgáltatónak, és hirtelen csődbe megy, vagy valamilyen nemzetbiztonsági okból visszaveszik például az engedélyét. Egyelőre nehezen tudom elképzelni, hogy ez kezelhető helyzet lenne. Tehát ez már önmagában egy kockázat, és itt már az űrszemlédhez is kapcsolódunk, hogy mi van, hogyha aztán még nem tudom elképzelni, senki nem foglalkozna a kérdéssel, de egy kockázat. Az, hogy ennyi műholdat tesznek fel a világűrbe, és erről mit mond a világűr egyezmény,
Itt akár említhetjük az első cikket is, mely szerint a világűr felhasználását minden ország javára is érdekében kell felhasználni. Ugye itt rögtön felmerül az, hogy nem foglalja le gyakorlatilag az Egyesült Államok ezeknek a pályáknak a felhasználhatóságát, ez az egyik. A másik az, hogy, és ez a második cikk mondja ki azt, hogy a világűr egyetlen nemzet sem sajátíthatja ki. Nyilván ezek eléggé tág fogalmak és nehezen megragadhatóak, és vajon egy ilyen műholdrendszer már kisajátításnak minősülhet-e. Ennél viszont sokkal konkrétabb a távközlési jog. Ugye, ahogy említettem, ugye a nemzetközi űrjog mellett, és talán azon belül ott van a nemzetközi távközlési jog is, az FCC-nek az alapokmánya, ami azt is kimondja, hogy a frekvenciákat gazdaságosan és a észszerű felhasználás elve szerint kell vele gazdálkodni. És itt jön képbe az, hogy vajon gazdaságos és észszerű-e egyetlen műholdhálózatnak, egyetlen szolgáltatásnak ennyi frekvenciát adni. És akkor itt mondhatjuk azt, hogy például Magyarország esetében alig ha, hiszen olyan jó a 4G hálózatunk, és épül az 5G, hogy vajon észszerű az, hogy ahol ilyen internetlefedettség van, még valaki világűrben nyújtson internetet. De akkor beszéltünk arról, amit a Laci mondott, hogy egyébként a világon meg sok helyen egyáltalán nincsen internet. Úgyhogy sokkal inkább a frekvenciák gazdaságos és észszerű gazdálkodásának elve az, amivel bele lehet ebbe kötni. A kisajátítás és a mindenki gazdasági érdeke szerint kell a világűrt használni, az inkább a holddal kapcsolatos, de arra most talán ne térjünk ki. Igen, arra ne térjünk ki, maradjunk a témánál. Köszönöm szépen, Balázs. És mivel záporoznak a kérdések, amiket még egyszer nagyon köszönök mindenkinek, sőt egy olyan információt is olvastam itt közben, hogy több mint 100-an nézik az adásunkat, nagyon örülök neki, szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és rögtön rátérünk a nézői kérdésekre, de először egy pillanatra merüljünk bele az anyagi kérdésekbe. Tudunk-e valamit mondani arról, hogy mibe kerül egy ilyen nagyságrendileg egy ilyen műholdsereg létrehozása, és kifizeti ezt teljesen, mondjuk a Starlinket teljesen a SpaceX, vagy van ebbe valami állami támogatás, gazdaságos-e ez az egész. Tudunk-e erről valamit mondani? Elsősorban Sanyitól kérdezem, de Laci és Balázs véleményét is szívesen hallanám. Hát itt ugye azért a pontos adatokról nyilván nem tudunk, mert ezek üzleti dolgok, és ezeknek a könyveiben nem látunk bele, de az biztos, hogy egy ilyen, tehát a Starlink-kel kapcsolatban ilyen 10 milliárd dolláros számok forognak közszájon. Mondjuk persze meg lehetne kérdezni, hogy ez melyik fázisa az egésznek, ugye láttuk, hogy van egy 1500-valahányas, aztán akár 10-valahány ezer műholdas. A lényeg az, hogy azt hiszem a OneWeb esetében is több milliárd dolláros költségekről van szó. Hogy ki fizeti ezt? Ugye az elején ugye kell valamilyen tőke ehhez, ezt nyilván valamilyen befektetők, bankok, konzorciumai adják össze. Azt nem gondolom, hogy akár Elon Musknak is a párna cihájába van 10 milliárd dollárra belevarva, tehát nem hiszem, hogy ezt ő most így zsebből meg tudja csinálni, ez hitelből készül, és utána ezt a kezdeti befektetést nyilván meg kell, hogy térüljön a majdani használóknak a által befizetett forgalmi vagy előfizetési díjakból. Hogy ez rentábilis lesz-e, ugye ez egy borzasztó jó kérdés, egyelőre ezt nem tudjuk, ugye azt se tudjuk egyelőre, hogy ezt milyen áron fogják ezt a szolgáltatást nyújtani mondjuk az előfizetők számára, hiszen még el sem készültek adott esetben a földi terminálok, és a műhold rendszerek képítése is csak most folyik. Az biztos, hogy az ennek a bizonyos árnak, ennek versenyképesnek kell lenni általában azzal, amit mondjuk egy földi hálózattal el lehet érni, különben ha nem versenyképes, akkor az egész megette a fene, tehát akkor biztos, hogy csődbe megy az egész. Tehát mindenképpen olyan árat kell majd szabni, amiből el tudják adni a szolgáltatást, ugyanakkor amiből vissza is tud jönni majd ez a kezdeti óriási befektetett tőke. Én szerintem ez most még eléggé kérdéses, bár hát nyilván történtek erre gazdasági számítások, amik alapján belevágtak ezekben a projektekben. Ez annyi kiegészítés még, hogy
Nyilván nagyon sok mindent lehet olvasni akár a SpaceX-nek, akár a OneWeb-nek a potenciális árazásáról. A felmerült egy olyan modell, hogy a szolgáltatás az ingyenes, és meg kell vásárolni a terminálnak az árát, és akkor ki kell fizetni ezt a földi terminált, amit mutattam. Ennek az ára mondjuk lehet 100-200-300 dollár, meg hát nyilván felmerült olyan modell is, hogy valamiféle havi előfizetési díjat kérve működjön a szolgáltatás. Arra is számítások vannak, hogy milyen jellegű átviteli sebességet lehet elérni. Végeztek egy katonai, az amerikai katonasággal közös tesztet, ahol elérték a 610 megabit per szekundumos átviteli sebességet, az már eléggé gyors átmennek rajta a nagy felbontású videó beszélgetések is, mint a mai videók. Beszélgetésünk, vagy akár igen, azok is. Aztán az, hogy milyen lesz egyébként a szolgáltatás, amit nyújtani fognak, ugye itt beszélünk feltöltési, megletöltési sebességről, és itt próbálják megtudni, hogy vajon milyen lesz a hálózat, lehet olvasni arról, hogy gigabit per szekundumos sebességet fog kínálni. A SpaceX-nek az egyik embere, aki üzletkötésért felelős, ő beszélt arról, hogy 100 megabit per szekundumos letöltési és 40 megabit per szekundumos feltöltési sebességet lehet majd elérni, amelyek megfelelnek az otthonunkban használt széles sávú internet kapcsolatnak, vagy akár még annál is gyorsabbak. Hogyha szeretnénk összekötni valahol a következő fejlesztési tervekkel, ugye foglalkozunk sokat az ötödik generációs hálózattal, ennek a sebessége az összemérhető az 5G-vel. Köszönöm szépen. Volt még egy olyan kérdésed, hogy van-e ebbe állami pénz, vagy költségvetési pénz? Hát nagyon meglepődnék, ha valamilyen közvetett módon nem volna, de nem gondolom, hogy itt ez jellemző volna. Azt viszont gondolom, hogy amikor az egész beindul, akkor a használatból erősen ki fogja venni magát az állami szektor, tehát ezeket a terminálokat, vagy az előfizetéseket egy csomó állami szervezet fogja használni. Tehát ilyen értelemben a megtérülésben igenis lesz majd állami pénz. Én arra szoktam hivatkozni, amit mondjuk a nagyfelbontású űrfelvételek esetén az Egyesült Államokban történik, ugye vannak olyan magánfejlesztés és magánüzemeltetésű földmegfigyelő műholdak, amelyek méter alatti felbontású, nagyon éles űrfelvételeket tudnak csinálni. Ugye ez a tisztán magánszektor, mégis ezeknek a megrendelői azok elsősorban az amerikai kormányzati, meg katonai szervek, amelyek ezt a saját kémműholdjaik kiegészítéseképpen használják, tehát szerintem a többsége a megrendeléseknek az nem marinénitől jön, aki a piacon megveszi a nagy felbontás űrfelvételt, hogy lássa a szomszéd telkén, hogy mi van, hanem ezt bizony az állami szervek használják. Én csak csatlakozni tudok Sándorhoz, mert talán nem csak szép hívó szó ez az internetet mindenkinek, de az, hogy ez megtérülhessen olyan területekről ráadásul, hiszen ott kevesen fogják igénybe venni szerintem, ahol olcsóban elérhetőek a földi és jó lefedettséggel rendelkeznek a földi hálózatok. Azokon a területeken, ahol nincsen földi hálózat, ott általában nem véletlen nincsen földi hálózat. Ott a kereslőerő, tehát a keresleti oldalnak a fizetőképessége az nyilván jóval csekélyebb, illetve a populáció is nyilván kevesebb. Tehát, hogy abból megtérül egy olyan hálózat, aminek nyilván óriási egyszeri induló költsége van, nyilván van egy komoly fenntartási költsége, nagyon nagy amortizációs költsége van, hiszen ezek a műholdak amortizálódnak, azért sok tízezerből sok el is romlik nyilván, illetve hát képzeljük csak el a felelősségbiztosításának a költségét, hiszen a felelősségbiztosításnak a díja, az gyakran egy projektnek a 10-20%-át is ki tudja tenni, hiszen ahogy említettem, az államok kötelezik ezeket a szolgáltatókat, hogy vállaljanak, hogy kössenek olyan felelősségbiztosítást, amivel, hogyha kárt okoz a műhold, akkor abból ki tudják ezt elégíteni. Tehát iszonyat fenntartási költsége lett egy ilyen rendszernek, ezért én is nagyon valószínűleg tartom, hogy itt állami célok is vannak, és ha látjuk azt, hogy a SpaceX egyébként hány összefonódása van még az Amerikai Egyesült Államokkal, akár csak a holdi leszálló egység pályázat, akár most itt az emberi űrutazásnak a megkezdése,
Nyilvánvalóan az állam és a SpaceX azért szorosan összefonódva dolgozik közös érdekek mentén. Köszönöm szépen, Balázs. Sanyi, azt hiszem, nagyon jó volt ez a hasonlat a nagy felbontású felvételekkel, ugye, és majd talán 10 év múlva egy hasonló beszélgetésben párhuzamot tudunk vonni, hogy tényleg hasonló lett-e az üzleti modell és a megtérülés ahhoz, mint amit ezek a magáncégek a nagy felbontású űrfelvételekkel el tudnak érni. Balázshoz fordulnék. Igen, mondjad. Még egy dolgra gyorsan hadd reagálnék. Laci az előbb egy fél mondatban említette, hogy az amerikai hadsereg már tesztelte a már meglevő Starlink műholdakkal való kapcsolatot. Hát azt se felejtsük el, hogy az is egy nagy előfizetői bázis lesz a hadsereg. És hogy még egy területet említsek, az nyilván a pénzügyi szektor. Ugye beszéltem a késleltetésről, az, hogy jobb a késleltetési időnk, tehát gyorsabban tudunk hozzáfutni valós idejű információkhoz, az konkrét dollárokban, dollármilliókban is mérhető előnyt jelenthet, ha tőzsdei kereskedésről beszélünk. Igen, köszönöm szépen. A nézői kérdések nagyon firtatják azt a témát, amivel a második órában szeretnék foglalkozni, a veszélyek kérdésével, de előtte még két dolgot föltennék. Balázs, az egyik nézői kérdés alapján kérdezném tőled, hogy látod a regisztrációs egyezménynek a szerepét. Ugye itt az ENSZ világűri iroda az, amelyik a regisztrációs egyezmény alapján vezeti, nyilván tartja a föld körül keringő mesterséges égitesteket. Hogy fogják ők győzni? Egyáltalán bejelentik ezek a cégek szabályszerűen a felbocsátásaikat a világűrirodának, és ha igen, akkor bírják-e, ha nem, akkor összeomlik az eddigi rendszer. Hogy látod ezt? Ugye magát a bejelentés nem a cégek teszik meg, hiszen, ahogy ezt említettem korábban is, ezeknek az egyezményeknek a címzetjei és részesei, a kötelezettségek címzetjei, ezek az államok. Tehát ezeket a bejelentéseket mindig a nemzeti, a felügyeletért felelős hatóság teszi meg. Na most az államok többségében, ahol van űrügynökség, az teszi meg Magyarországon ez a KKMN, a külügyminisztérium, külgazdaság és külügyminisztériumon keresztül történt meg. Tehát mindig az állam részéről történik meg a bejelentés, és ez az államnak a felelőssége. Ha veszük a világűregyezményt, és még nem a regisztrációs egyezményt, ami majdnem olyan, mint egy alapokmány, egy alkotmány, amiből levezették a többi egyezményt, az kimondja azt, hogy az államnak kötelessége ezeket bejelenteni, és ő felel azért, hogy ezeket ellenőrizze és a bejelentést megtegye. És a regisztrációs egyezmény alapján neki kell megtenni az üzembejegyzést követően ezeket a bejelentéseket, tehát ezt az FCC-nek kell effektíve bejelenteni ezeket. Ez az amerikai hatóságnak a feladat és hatásköre. Az ITU-nál ugye vezetik ezt a nyilvántartást, hát fel kell vegyék a ritmust vele. Tehát én ebben kisebb kockázatot látok, nyilván bővíteniük kell akár az infrastruktúrát, vagy az erőforrást, de a bejelentéseket szerintem fogják tudni kezelni. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés az első óra lezárásaként. Elhangzott egy olyan vélemény, szűkebb körben egy kollégánk részéről, hogy talán ezeknek a műhold seregeknek az lehet az egyik célja, hogy eljutassák az internetet olyan országokba, ahol az internet használatot akadályozzák politikai okokból. Lehet-e ilyen megfontolás ebben a műhold seregek felbocsátásában? Bármelyikőtök, hogyha válaszolna rá, annak nagyon örülnék. Ugye ez nem lenne, ez nem egy ördögtől való gondolat, ugye ez a demokrácia export, ugye ez a kifejezés, amit használnak rá. Azért nem vagyok benne biztos, hogy ez a fő motiváló erő. De azért láttunk erre korábban, és egyébként ez nagyon komoly nemzetközi botrányokba torkollott, pont egyébként űrtávközléssel, tehát amikor Etiópia, Irán és Libanon, Szíria területéről, ugye blokkolták például az EUTELSAT-nak az adásait, hiszen olyan
szabad világból érkező médiaszolgáltatások lettek hirtelen elérhető egy olyan országba, aki ezt nem akarta. És ugye itt a nagy kérdés az lesz, hogy emlékszünk talán, hogy talán többség emlékszik rá, amikor a Google meg akart jelenni Kínába, az milyen nagy probléma volt, hiszen nem volt mindegy, hogy a Google keresőbe Kínába a Tiananmen téri eseményekre ne lehessen rákeresni. És a Google ebbe eleinte belement, majd végül nem csak emiatt, de kivonult az országból. Na most ez egy nagy kérdés, hogy ott egy nyílt internetet sugároznak, ugye, hogy ilyet tesznek elérhetővé az űrből. Ez nyilván rengeteg autoritár rezsimnél ki fogja vágni a biztosítékot, és rengeteg olyan problémába ütközhetünk, ami régebben már felmerült, például az EU-telszat zavarásánál, hogy zavarják az adást, zavarni fogják a frekvencia jelét gyakorlatilag ezeknek a műholdaknak, hogy az internet ne legyen elérhető, hogy ne lehessen olyan információkhoz hozzáférni, amikhez egyébként nem hagyják ezek az autoritár rezsimek. Ez, hogyha tényleg nyílt internetet fognak sugározni, azért kódolható, és az ilyen zavartatások jogi oldalról megközelítve nem feltétlen egyértelműek, hiszen az ITU-nak van erre egy eljárásra, hogyha ilyenkor zavartatás van, akkor mi az eljárás, de azért ez még mindig államok közötti politikai játszma, és nagyon kevés esetben sikerült elmarasztalni valakit. Én amiről tudok, az 2010-ben Izraelt marasztalták el, amikor libanoni hálózatokat blokkoltak, zavartak, és akkor a VRC-n gyakorlatilag elmarasztalták Izraelt, de nagyon sok esetben nem. Tehát volt itt kubai-amerikai konfliktus, és ott nem marasztalták el az amerikaiakat. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Válaszához annyit, hogyha hozzátehetek, hogy ez abból a szempontból is érdekes, hogyha mondjuk nézzük a SpaceX-nek a rendszerét, ők azt hangoztatják, hogy végpont-végpont titkosítással fog működni a rendszerük alapból, ami azt jelenti, hogy biztosítani fogják azt, amit az alapinternet nem biztosít számunkra, a titkosított kommunikációt. Ez egyfelől hasznos kommunikációs oldalról. A másik oldalról azonban mindig felmerül a kérdés, hogy ha én üzemeltetek egy hálózati infrastruktúrát, akkor annak bizonyos tartalmi kérdéseit is én határozhatom meg, hogyha meg akarom határozni. Ugye amikor elindult a Windows hegemónia, akkor a Windowsnak az alapértelmezett böngészője az Internet Explorer volt az összes gépen, és végül az EU kötelezte a Microsoftot, hogy itt az Európai Unió területén legyen lehetőség böngésző váltásra. Gondoljunk bele abba, hogyha a Facebooknak mégiscsak működött volna a drone projektje, amit ráállított, és ingyen vagy előfizetéses internetet biztosított volna, de mindenképpen csak a Facebooknak az oldala jött volna be, és csak a Facebooknak a keresőjét lehetett volna használni. Gondolom a Googlenek a balonja is elsősorban a Google saját rendszerét fogják előnyben részesíteni, és innentől kezdve már a üzletileg is lehet terelni a felhasználókat, hozzáférhetünk különböző adatokhoz, vagy legalábbis befolyásolhatjuk őket a végpont-végpont titkosítás ellenére. Erről majd még beszéljünk a végén, amikor a jövőről, ha a veszélyek után marad időnk rá, akkor beszéljünk a jövővel kapcsolatban erről. De a lényeg az, hogy ugye technikailag a zavarás megoldható. Laci, ugye igen? Igen. Technikailag tudjuk zavarni kvázi bármelyik rádiófrekvenciás tartományt. A mi generációnk még emlékszik arra, hogy a Szabad Európa zavarását is technikailag sikerült megoldani, nyilván azóta technika fejlődött, hogy most már a műholdas adást is lehet zavarni. De sokkal egyszerűbb a földi termináloknak az exportját, vagy ebből az esetben az importját megtiltani és arra odafigyelni. Aha. Na jó. Ha már az adást se kell zavarni, hanem inkább százszor annyi fals információt kell teríteni, és akkor ember legyen a talpán, aki ki magyarázza, hát igen. Igen. Változnak a technikák. Már a második órájába léptünk a beszélgetésnek, úgyhogy térjünk rá a különböző zavarásokra. És én azt kérném, ugye, hogy először a rádiófrekvenciás zavarásról, aztán az optikairól beszéljünk, aztán az űrszemétről, és az egyéb veszélyekről, de kezdjük talán a rádiófrekvenciás zavarással. Sanyi, mi a helyzet itt a különböző felharmonikusokkal, mennyire szóródnak ki azok más olyan védett frekvenciákra, amik akár rádiócsillagászati, vagy akár más célokra vannak fenntartva, ugye az ITU-nál. Sanyi. Mielőtt bármilyen szakmai dologba belemennék, én csak
szeretném mondani, hogy érezzük, hogy itt most azért ezzel, ugye most főleg a Starlink lesz a célpontja ennek a dolognak, mert hiszen ők vannak a legelőbb ezzel, ebben a folyamatban. Érezzük, hogy egy kicsit darázsfészekben nyúlunk, annál is inkább, mert a héten kaptam valakitől egy nagyon érdekes linket, azt hiszem tesla.church, ez a honlap, ahol, hát nem tudom, hogy ez vicc volt-e vagy valódi, de lényegében Elon Musk köré már szinte egy ilyen vallási közösség szerveződik, tehát hogy nagyon megosztó személyiségről van szó. Szóval, tehát próbáljunk elvonatkoztatni az ilyen érzelmi dolgokról, hogy most ki a jó gyerek, meg ki a nem jó gyerek. Hát itt ez egy nagyon konkrét műszaki kérdés volt. Én rádiócsillagászként találva érzem magam, hogy erre válaszoljak. A rádió spektrum, ugye Balázs is mondta, hogy ez, ennek egy nagyon jól szabályozott, a Nemzetközi Távközlési Unió által nagyon jól szabályozott rigorózus beosztása van, hogy milyen szolgáltató a milyen frekvenciasávokban jogosult akár adni, akár venni, akár fölfelé irányban, akár lefelé irányban, akár itt a Földön. És a rádiócsillagászatnak vannak védett frekvenciasávjai, hogyha, sajnos nem csináltam egy ilyen ábrát, hogyha ezt ábrázolnánk egy grafikonon, akkor borzasztó vékony, keskeny sávok volnának. Ezek azért vannak, hogy az emberiségnek megőrizzük azt a képességét, hogy bizonyos ablakokon legalább kilásson az univerzumra, és az ottani fizikai folyamatokat próbálja meg tudni megérteni. Most ezzel ugye az a probléma, hogy öldöklő verseny van a rádióspektrumért egyrészt, másrészt pedig a világűrből érkező kozmikus rádióhullámok borzasztóan alacsony teljesítményűek, tehát ezért van az, hogy látunk ilyen 100 méteres vagy még nagyobb antennákat, amikkel ezeket venni tudjuk. Tehát az elsődleges fontosság, hogy ezekben a sávokban a csillagászati észlelések továbbra is lehetősvé váljanak. Ezt ugye nyilván nem engedélyeznek olyan szolgáltatást, ami ezeken a frekvenciákon működik, viszont amit kérdeztél, hogy bizony vannak felharmonikusok, tehát a szomszédos sávokban, hogyha műszakilag nem jól van megoldva a szolgáltatás, akkor átszórnak a védett frekvencia sávokba. Most, ami a Starlinket illeti, ezek ugye a K-sáv környékén, hát alatta és fölötte, tehát ilyen 10-20-30 GHz frekvencián szórnak. Ez a legtöbb rádiócsillagászati mérést azért szerencsére azoltól távol van. Viszont a K-sávú frekvenciasávban lehetnek problémák, de ez tulajdonképpen ez egy jól kezelt dolog, és a Starlink és a SpaceX a szakemberekkel jól megértik egymást. Tehát ez kevésbé látható jelenleg olyan problémának, mint ami az optikai csillagászatban jelentkezik. Igen, köszönöm szépen, és jó, hogy ezzel fejezted be, mert hát ugye mondtam, hogy az optikaira szeretnénk rátérni. Hadd vezessem be itt a kérdéseket azzal, hogy nekem két alkalommal volt lehetőségem megnézni egy ilyen műhold seregnek az átvonulását az égbolton, városi égbolton, itt Budapest közepéről, és én azt mondom, hogy én nem osztom azoknak a véleményét, akik itt bizonyos fórumokon kétségbe esnek, hogy ellopják az égboltunkat és tönkreteszik az égboltunkat. Számomra ez legalább egy olyan izgalmas látvány volt, mint annak idején mondjuk egy iridium villanás az első generációs iridium holdaknál. Szóval inkább volt szép és lenyűgöző, ahogy ez a gyöngysor végigment az égen, mint sem, hogy bosszantott volna. Ugyanakkor az egyik kedves nézőnk azzal vezeti föl ezt a témát, hogy ha jól értem, az asztrofotózásnak vége, aztán ugyan ő egy kicsit később azzal folytatja, keresem a hírt, igen, hogy lehet, hogy ki lehet szedni szoftveresen a műhold csíkokat a csillagos égbolt fotóiról, ahogy a villanyvezetéket is el lehet tüntetni a tájfotókról, de az már egy manipulált termék. Mondanál először Sanyi véleményt arról, hogy látott te a laikus égboltra néző ember szemével,
az amatőr csillagász és az asztrofotós szemével, illetve az észlelő hivatásos csillagász szemével azt a problémát, amit ezek a műhold seregek okoznak? Ugye ez egy nagyon összetett kérdés. Egyrészt ennyiféle szemem nincsen, másrészt viszont tehát ugye itt teljesen szubjektív megközelítések is vannak. Amit te elmondtál, az is egy szubjektív dolog, hogy te még, neked még tetszik is. Hát lehet, hogy most még tetszik, amíg 60-at látsz, amikor már 600-at látnál, akkor, és már évek óta látod, akkor már nem biztos, hogy annyira tetszik. Akinek viszont az éjszakai jégbolt látványa az egy fontos dolog, az nem biztos, hogy ennek örül, vagy ha asztrofotós lennél, akkor, és nem a Starlink műholdakat fotóznád egyébként, akkor sem biztos. Egyébként van egy nagyon érdekes fotó, ez egy MTI fotó idén áprilisból, ahol Magyarországról így nézett ki. Ugye ez egy hosszú expozíciós idő, látszik, hogy a csillagok és képe is bemozdult, egy ilyen műhold átvonulás. Ugyanez a szakcsillagász szemével is nagyon embere válogatja, hogy kit mennyire zavar. Ugye nyilván vannak, akik tehát különféle dolgokon foglalkoznak. Van, aki ilyen méréseket végez, van, aki amolyanokat, van, akit ez egyáltalán nem zavar, van, akit igen. Most, hogy egy kicsit objektív legyen ez a dolog, ezért már elkezdtek tanulmányokat készíteni, vizsgálódni annak az irányában, hogy milyen hatással lehet ez a csillagászati megfigyelésekre. Itt ugye nyilván ki kellett indulni valamilyen elképzelt néhány ezres műhold számból, egy bizonyos fényességgel és bizonyos pályákkal számolni, tehát ez egy hozzávetőleges számítás, de a lényege ennek a számításnak az, hogy azokat a megfigyeléseket fogja leginkább zavarni, tehát tudományos csillagászat megfigyeléseket ez az egész, amelyek egyrészt ugye alkonyat után, másrészt napkelte előtt történnek. Ennek az az oka, talán van itt egy ábra valahol, ami azt megmutatja, hogy ugye ezek miért fénylenek ezek a műholdak, azért mert ugye rájuk süt a nap, ugyanakkor azon a helyen, ami fölött röpülnek a Földön, az ott már éjszaka van, de ugye a magasabb pálya miatt a napsütés még éri a műholdakat, és akkor ezeknek bizonyos felületein, akár a napelemtáblákon, akár az antennákon megcsillan vagy a napfény, és ez, mint egy fényes pontként, mondjuk beúszik a képbe. Tehát ez napfelkelte előtt, illetve napnyugta után. Az éjszaka közepén ez nyilván nem jön létre, hiszen akkor már a műhold is maga a Földnek teljes árnyékában tartózkodik. Másrészt az nagyon, nagyon nem mindegy, hogy milyen látómezei észleléseket végzünk. A észleléseknek egy része az egy nagyon kicsi égbolt területre koncentrál. Ezeknél viszonylag kicsi a valószínűség, hogy pont rosszkor, rossz időben bejön egy ilyen műhold, viszont a nagy látómezei égbolt felmérések, azoknak akár bizonyos körülmények között akár a 20-30%-át is ezekben a kritikus időszakokban ki is lehet majd akár dobni. Tehát ez viszont egy igazán nagy probléma, és ugye azt szokták érvként felhozni, hogy ugye ez egy ilyen kicsit eltúlzó, de azért látványosan mutatja a probléma jelentőségét, hogy ezek a nagy, látom, ez egy égbolt felmérések, ezek többek között azért készülnek, hogy a Földet esetlegesen veszélyeztető kisbolygók, idegen égitestek, amelyek ott esetben akár becsapódhatnának és károkat okozhatnának, vagy extrém esetben akár a civilizáció pusztulásához vezetnek. Ezeknek a detektálása az tulajdonképpen előfordulhat, hogy azért hiúsul meg, mert ilyen műhold seregek összecsíkozzák a felvételeket, és ezért nem veszik észre szakemberek ezeket a közelgő, vagy a Földet megközelítő égitesteket. Tehát nyilván ugye ez egy nagyon kis valószínűségű esemény, bár hát a dinoszauruszokat, ha meg tudnánk kérdezni, hogy ez milyen problémát okozott, akkor valószínűleg tudnának erre valamit választ mondani. De a lényeg az, hogy bizonyos feltételek mellett ez igenis egy nagy probléma,
az optikai csillagászatban, tehát most a tudományos részét tekintve. Köszönöm szépen. A másik probléma az, hogy ez, amit eddig, ugye, amikor ezek a műholdseregek fejlesztése elkezdődött, akkor ezt a témát tulajdonképpen nem nagyon vették komolyan, és ez a probléma akkor kezdett el igazán látványossá válni, amikor ténylegesen az első adagok felkerültek a föld körüli pályára, és akkor ijedt meg mindenki, hogy hoppá, ebből azért nagyobb lesz a baj, mint ahogy várták. Fényesebbek ezek a műholdak, mint ahogy várták. Aztán majd biztos fogunk beszélni arról, hogy ennek ezzel mit lehet valamit azért mégis tenni. Fogunk, erre majd visszaadnám neked a szót, de közben a tisztelt hallgatóság Almár Ivánt szeretné hallani, úgyhogy ha már kikövetelték, akkor tegyünk eleget a kedves néző kérésének, és talán ez az a téma, amihez Iván, te leginkább hozzá tudnál szólni, ha bekapcsolod a mikrofonodat. Igen. Hallok, igen. Igen. Hát természetesen ez egy nagyon régi történet, hiszen én már elkezdtem csillagász lenni akkor, amikor még nem volt mesterséges hold, és aztán óriási szenzáció volt, hogy láttunk egyet, senkinek nem jutott eszébe, hogy valaha az lesz a probléma, hogy túl sok van belőlük. Hát most úgy látszik, hogy azért ez a helyzet. Én is olvastam ennek az irodalmát, és tudom, hogy ilyen napfénytől védő leernyőzés tervek vannak, vagy befesteni olyan színűre, hogy ne verje vissza a napfényt ebben a mértékben, amennyiben egyébként visszaveri. Sőt, azt is tudom, hogy ezt magasabb pályára akarják később juttatni, ahol természetesen halványabb lesz indítás után. Hát eddig főleg indítás után lehetett ezeket látni, fényesebbek, mint ott akkor, amikor arra a pályára kerülnek majd, ahol keringeni fognak a föld körül. Tehát vannak lépések ebbe az irányba, amit én nagyon hiányolok, és amivel kapcsolatban talán visszautalnék arra, ha még valaki emlékszik rá arra a mondatra, amit a végén olvastam föl a órával ezelőtt, hogy akkoriban is az volt a helyzet, hogy hiányolták az együttműködést, a beszélgetést, a megbeszélést a csillagászokkal, mielőtt a projekt megvalósítására sor kerülhet. Ez ebben az esetben is így van. A helyzet azért nagyon sokat változott 60 év alatt. Szóval lényegében, aki nem csillagász, az azért nem tudja azt, hogy a mai csillagászoknak azért túlnyomó többsége tulajdonképpen űrtávcsövek által készített felvételeket használ, és hát kisebb mértékben, különösen olyan országokban, ahol a klíma, az asztroklíma rossz, és nem érdemes nagy távcsöveket működtetni, de hozzáférhetők ugyanakkor az űrtávcsöveknek, Hubble-nak a képei, ezek az országok nem fognak különösebben ettől szenvedni. Pontosabban a szakcsillagászok nem. Itt el kell választani az amatőröket a szakcsillagászoktól, mert az amatőrök természetesen igen. Szállják majd ezzel vitába egy kicsit, Iván. Jó, rendben van. Arra vagyunk itt, hogy vitatkozzunk. De ha mondjad akkor, Sanyi, akkor szállj most vitába. Hát ha lehet, ez sokszor felmerül, hogy hát mit patognak itt a csillagászok, úgyis a földi csillagászat kora lejárt, ugye, és majd Elon Musk fizet két űrtávcsövet, és akkor azzal ki lehet ezt az egész földi elavult csillagászati megfigyeléseket váltani. Hát ez egy borzasztó nagy tévedés, tehát nem lehet kiváltani a Hubble űrtávcsővel azokat, tehát egészen más típusú megfigyeléseket kell és lehet végezni a Földről, mint egy olyan űrtávcsővel, amiből egy van, és aminek az idejére tízszeres túljelentkezésre kell pályázni fél évvel, egy évvel előtte. Ugyanakkor egy űrtávcsövet ebben nem lehet kicserélni az elromlott alkatrészeket, úgy, mint hogyha egy földi távcsővel oda megy valaki. Nem is beszélve arról, hogy az űrtávcsövek az árából egy egész távső sereget, hogyha már seregnél tartunk, lehet a Földön megépíteni.
Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy az űrtávcsövekkel ki lehet váltani a földi csillagászati megfigyeléseket. Nekem ez a véleményem, és ezért kicsit félrevezetőnek érzem azt, hogy azt mondjuk, hogy hát bizonyos, nem is olyan fontos ez a földi csillagászati megfigyeléseknek a védelme. Igen. Sanyi, ha már nálad van a szó, akkor föltenném neked azt a nézői kérdést, amiről úgy érintőlegesen volt szó, Iván is említette, te is említetted, de tisztázzuk ezt a kérdést, azt teszi föl egy néző, hogy jól tudom, hogy körülbelül 3 magnitúdós egy műhold. Tegyük rendbe ezt, hogy változik. Hát most a konkrét számot azt nem tudom biztosan megmondani. Ugye itt nagyon függ attól az, amit Iván is mondott, hogy milyen pályamagasságban vannak, milyen típusú műhold, vagy hogy bevillan-e, vagy ez az állandó fényessége. Azt lehet tudni, hogy azok a módszerek, amikkel most kísérleteznek, hogy egy kicsit sötétítsék ezeket az üreszközöket, azokkal kb. 1 magnitúdóval lesz halványabb az egész, tehát egy-egy adott műhold. És ez már talán elegendő egyébként ahhoz, hogy arról az előbbi nézői kérdésben volt róla szó, hogy ugye a CCD átvonuló ilyen fényes csíkot, azt le lehet-e, hogy mondjam, retusálni. Hát, hogyha ez túlságosan fényes, akkor nincs ez a matematikai eljárás, amivel el lehet távolítani egy ilyen digitális képről ezeket a csíkokat. Tudnilik, ez annyira túlcsordítja azokat a pixeleket, hogy a szomszédos képpontokon is megjelenik valamilyen jel. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni, viszont ha már ez egy magnitudós halványítás életbe lép, akkor van esély arra, hogy ezeket a csíkokat ki lehet transformálni úgy a képből, hogy egyébként a szomszédos égterületeknek a képe nem sérül meg. Tehát tulajdonképpen csak az a rész vészel, ahol éppen áthaladt. De a hivatásos csillagászati megfigyelések az óriás távcsövek szempontjából azért az egy magnitúdó nem oszt és nem szoroz, én azt hiszem. De azért hát valamennyire, tehát én olvastam egy ilyen tanulmányt, ami azt mondja, hogy ez a halványítás, ez minőségi változást hozhat. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy jó dolog, és de hát ezzel talán meg lehet próbálni tudni együtt élni ezekben a nagy látómezőjű jégbolt felmérésekben. Úgyhogy azt is látni kell, hogy hiába van az, hogy mi nem látjuk szabad szemmel adott esetben, hogyha 500 kilométerre fölmegy már egy ilyen műhold, vagy 1000 kilométerre, mert ott már nem lesz olyan fényes. Tehát ugye ezeket a távcsöveket nem a szabad szemünk érzékenységére méretezik, tehát azokkal a távcsövekkel bizony akkor is lehet látni, hogyha bepingálják tök feketére az egészet. Igen, köszönöm szépen. Baláshoz fordulnék egy pillanatra, hogy itt ugye van egy érdekellentét a tudományos kutatás, a csillagászat és a multinacionális cégek, vagy hát a műholdseregeket felbocsájtó cégek között. Várható itt valami kompromisszum, vagy esetleg jogilag összeütköznek egymással, vagy milyen megoldást látsz te itt a jövőre nézve? Hát abszolút várható, valószínű Amerikában lesz ennek a leginkább relevanciája, legalábbis amennyire én tudom, ott két út is felmerült, hogy a csillagász közösség jogi úton próbálja meg érvényesíteni az igazát, például a éjszakai csillagkép megváltoztatása miatt. Ugye felmerült az, hogy esetleg az UNESCO világörökségvédelmi egyezménye alapján próbálják meg beperelni a SpaceX-et, mivel gyakorlatilag egy védett látképet sértenek meg. Azonban ez azért gyenge érvelés, mert ennek a világörökségi egyezménynek a második cikke rögzíti azt, hogy csak az védett, amit felvesznek egy listára. Tehát, hogy nem egy most kitalált dolog lesz védett, hanem először azt listára kell vetetni, és onnantól védett. És az éjszakai csillagkép nincs még ezen a listán.
Azt nem tudom megmondani, hogy ez fel lehet egyáltalán vetetni, nem tartom kizártnak, de most nincs rajta, tehát ez nem lesz megfelelő jogalap a véleményem szerint. Az már egy sokkal érdekesebb kérdés, hogy azt is tervezik, hogy az FCC ellen indítanak pert amerikai csillagászok, azért, mert az FCC megsértette az amerikai környezetvédelmi törvényt, mely szerint a közigazgatási hatóságoknak vizsgálniuk kell minden projekt esetében, minden kiadott engedély esetében, hogy azok nincsenek-e káros hatással a környezetre. És ezt ők elmulasztották? Hát ők nem tekintették a környezetre károsnak ezt a hatást, illetve az engedélyek kiadásakor, vagy a frekvenciakérdési engedély megadásakor ez még nem jelent meg ilyen problémaként. Úgyhogy biztos, hogy volt annak egy melléklet, ahol vizsgálták a környezetre gyakorolt hatást, de nem hiszem, hogy pont erre gondoltak, hogy az éjszakai csillagkép megváltoztatása az vajon a környezeti kárnak minősül-e. Nézzük akkor a következő veszélyt, az űrszemét veszélyét, és itt megint egy kedves nézőnket, sőt mondanám egy kedves barátunkat idézném. Ezek a pályák elég magasak ahhoz, hogy onnan a holdak leállásuk után gyorsan lejöjjenek maguktól. Tudunk-e olyan cégről, illetve rendszeréről, amely kialakított valamilyen megoldást arra, hogy a tervezett élettartama végét elért műhold akár lefékezze még magát valahogy? A Starlink rendszeréről, hogyha a Starlink rendszeréről beszélünk, itt az az elképzelés, hogy az élettartam végén ezeknek végrehajtásra kerül a deorbit manőver, vagyis le fognak jönni a pályájukról és elégnek a föld légkörébe. És ugye a Starlink rendszer az abból a szempontból is érdekes, csak kicsit visszakanyarodva itt a mennyire fénylik az ég volt annak kérdéshez, hogy az eredeti tervek, még 2014-15 környékén, azok 1170 kilométeres pályamagasságról szóltak, tehát 1200 kilométeres pályamagasság környéken, és ennek a SpaceX megváltoztatta a terveit, és jóval lejjebb hozta a műholdjait, de az első engedélyek azok magasabb pályára szóltak, és pont arra hivatkozva, vagy arra is hivatkozott Elon Musk, hogy az 500 kilométeres pályamagasságban, hogyha bármi történne a műholdakkal, és képtelen lesz bekapcsolni a rajtuk lévő hajtóművet, és elintézni azt, hogy belépjen a föld légkörébe és elégjen, akkor olyan pályán van, amitől egy-három éven belül magától is el fog égni, és van ettől kezdve már nem fog űrszemétként megjelenni. Jelentem, én készültem, és ez egy fontos dolog, amit Laci is érintett, hogy mennyi ez az annyi, tehát hogy a kérdés úgy szólt, hogy hát úgyis alacsony pályán van, akkor hamar leér. Ugye, az nem mindegy, hogy milyen alacsony ez a pálya. Direkt készültem, és megnéztem, hogy ha 500 kilométer a pályamagasság, tehát nagyjából ahol a mostani Starlink holdak működnek majd, akkor ez olyan nagyságrendileg 10 év, hogy automatikusan, tehát hogy a légköri fékeződés, tehát ottani nagyon ritka légkörben való fékeződés miatt belépnek a sűrű légkörbe, és meg elégnek ezek a műholdak, akkor, hogyha egyébként nem tudják már őket irányítani. Úgyhogy ennyi közül biztos lesz, amelyik tönkre megy, és nem fogják tudni majd vezérelni. Viszont ha ez az egész pályamagasság, ez mondjuk 900 kilométer, tehát 500-ról 900-ra jutunk, ez nem egészen kétszer olyan magas, itt már 1000 év ez a nagyságrend. Tehát százszor annyi ideig fog keringeni ott önmagában ez a műhold, míg végül leér olyan alacsonyra, hogy a sűrű légkörbe belépjen. Tehát igenis, ez nagyon nagy különbség, akár 100 kilométerek is nagyon nagy különbséget jelentenek, hogy maguktól mennyire fog. Tehát még azt lehet mondani, hogy 500 kilométerről emberi számítás szerint viszonylag hamar leérnek, 1000 kilométerről sose, tehát 1000 év. Hogy látjuk az ütközések veszélyét, tehát a műhold-műhold ütközések veszélyét, amire már eddig is volt, bár szerencsére csak egy példa, de ennek nyilván fokozódik a veszélye. Egyáltalán mennyire népesek műholdak tekintetében ezek a megcélzott ilyen 500 kilométer körüli pályák, és hogy nő meg az ütközés veszély, felléphet-e az úgynevezett Kessler-szindróma, amit ugye a Gravitáció című filmben láthattunk, hogy a elszabaduló törmelék darabok aztán robbanásszerűen fokozzák a veszélyt és az ütközés veszélyt és ezt a hatást.
Erre nyilván vannak számítások. Azt ugye az már elhangzott, hogy ezeknek a műholdaknak a száma az sokkal nagyobb, mint amit az emberiség eddig egyáltalán a 60-valahány éves űrkorszak során pályára állított. És az is tény, hogy a legzsúfoltabb térségek, ezek az alacsony földkörüli pályák már most is. Tehát valószínűleg jelentősen megnöveli ezt az ütközési kockázatot, hogy ez mennyire jelentős, ez nagyon sok függ attól, hogy tényleg akár véletlenül is milyen események fognak bekövetkezni. Ami szerintem nagy változtatásra szorul, az, ahogyan ezeket az ütközéseket manapság megpróbálják elkerülni. Tehát, hogyha aktív műholdakról van szó, amelyeket még tudnak irányítani, akkor a mostani eljárás az, hogy ezeknek az üzemeltetőknek azok a földi követőhálózatok, amelyek a repülő űrszemét mozgását ugye tudják követni, ezek figyelmeztetést adnak le, és akkor ezen műholdak üzemeltetői, hogyha meglehetősen nagy a kockázat az ütközésnek, akkor inkább pályamódosítással kitérnek a várható ütközés elől. Na most, hogyha ilyen sok ezer műhold lesz ebben a régióban, akkor ez a fajta, hogy mondjam, kézi vezérlésű kitérés, ez valószínűleg nem fog működni. Tehát ide valami automatikus módszerek és kvázi űrkressz kidolgozása lesz szükséges, hogy ők maguk egyfajta ilyen mesterséges intelligenciával el tudják kerülni a legtöbb kínálkozó ütközést. Egy nagyon szép mondat érkezett közben egy kedves régi barátunktól. Mondja, még az előző gondolathoz visszatérve, a háborítatlan éjszakai égbolt igenis az emberiség legősibb természeti és egyben kultúrtörténeti értéke. Ezt az élményt nem lehet digitálisan javítani. Nem kérdés, ezt csak szerettem volna idézni, mert ez egy nagyon szép gondolat. Térjünk viszont rá arra, hogy ugye ezek a műholdak, most már eljutottunk odáig, hogy lezuhannak. Ha irányítottan, akkor jó, mert irányítottan oda a csendes óceán közepére szoktak zuhanni, ahol majd összegyűlik a több tízezer műhold a már eddig ott lévő néhány száz mellé. De mi lesz azokkal, amik mégiscsak irányítatlanul zuhannak le? Nemrégiben jelent meg egy tanulmány, talán a Space News-on, ahol arra a következtetésre jutottak a szerzők, hogy 2030-ra évente körülbelül 2400 lezuhanó műholddal lehet számolni, és ez akár 0,25 sérülést vagy halálesetet okozhatna évente a Föld felszínén, tehát magyarul néhány évenként egy embert megsebesít, vagy akár ne adj Isten, agyonüt egy lehulló műhold darab. Ilyenkor mi a helyzet? Egyrészt a felelősségi egyezmény, mit mond erre Balázs, mennyire reális ez a számítás, Sanyi, mi a véleményetek róla? Kezdhetem, hát a számítást azt nyilván nem tudom ellenőrizni, hogy ez mennyire reális, de azért pánikot nem érdemes ebben a tekintetben keltenünk szerintem. Azt tudni kell, hogy ezek a műholdak önmagukban viszont egy-egy ilyen darab viszonylag kicsi, tehát ezek ilyen néhány száz kilogrammos méretkategóriába tartoznak. Ugye nem is lehetne belőlük egyszerre 60-at, vagy akár 30-at földkörüli pályára állítani. Tehát ezek, hogyha belépnek a sűrű légkörbe, akkor mire leérnének a Föld felszínéig, az nagy részt, az anyaguk nagy része az tényleg felízzik és elpárolog. Ennek ellenére, és szerintem a számításban ez volt, azzal lehet azért számolni, hogy bizonyos alkatrészeik esetleg elérhetnek épségben, akár a Föld felszínéig is. Most ugye azt tudjuk, hogy az űrkorszakban eddig 1950-es évek óta még sosem történt az, hogy valakinek ténylegesen a fejére esett volna egy műhold. Tehát ennek viszonylag kicsi volt eddig a valószínűség, és ez a valószínűség nyilván egy kicsit most meg fog nőni, hogyha tényleg tízezer számra lesznek itt ilyen visszatérő műholdak az elkövetkező mondjuk néhány tíz évben. De azért azt látni kell, hogy ha valaki dohányzik, vagy ha valaki fölül vagy beül az autójába,
akkor ennél azért sokkal nagyobb kockázatnak teszi ki az életét, statisztikusan természetesen, mint hogyha azt várja, hogy esetleg kimegy és a fejére esik egy műhold. Ez azért van, mert egyrészt a Földnek a kétharmadát azt óceánok borítják, és a szárazföldeknek a nagy része is lényegében lakatlan. Hát vannak persze sűrűn lakott területek, de ezek, ha területarányosan nézzük, akkor a Föld felszínének egy nagyon kis részét fedik le. Ennek ellenére persze ez a valószínűségi játék, ez nyilván senkit sem vigasztal, akinek ténylegesen adott esetben a fejére fog esni egy ilyen műhold darab. De mondom, ennek ezért a valószínűsége kicsi. Megnyugtat. Én nagyon szeretek az ilyen valószínűségekre támaszkodni, és ezektől én mindig nagyon megnyugszom, de ha mégis bekövetkezik a baj, akkor a felelősségi egyezmény mit mond, és hogy érvényesíthető az, amit az egyezmény mond, Balázs? 1972-ben fogadták el a felelősségi egyezményt, amely rendezi az űrobjektumok által okozott károkért való felelősséget. Fontos elkülöníteni, legalábbis a felelősségi egyezmény elkülöníti az űrobjektum által a föld felszínén vagy a légtérben okozott károkért való felelősséget, illetve a világűrben okozott felelősséget. Most nem menjünk bele abba a témába, hogy hol ér véget a légtér és hol kezdődik a világűr, mert ez egy majdhogy egy filozófiai vita is lehet. A lényeg az, hogyha ráesik egy emberre, most nem praktikusan, akkor azért korlátlan a felelősség és objektív a felelősség. Tehát korlátlan az anyagi károk, emberi életben és anyagi károkban beokozott károkért a felelőssége, az államnak, aki a regisztráló állam, adott esetben az Egyesült Államoknak a felelőssége, és objektív, azaz teljesen függetlenül attól, hogy ez a műhold egyébként nem az ő hibájából esett le. Amennyiben a világűrben okozott kárt ez a műhold, abban az esetben pedig a felelőssége akkor áll meg, és szintén korlátlan a felelősség, amennyiben az neki a magyar polgári jog szóhasználatával használva felróható, tehát az ő hibájából következik be az a kár. Amit egyébként szerintem még érdemes megjegyezni a felelősség egyezménnyel kapcsolatban, az inkább az, hogy mit is értünk kár alatt. Mert 72-ben, amikor ezt elfogadták, és már gyakorlatilag az űregyezmény, a 67-es egyezmény után komoly viták és előkészítő munka zajlott, hogy ezt fogadják el, ezt az egyezményt, az Amerikai Egyesült Államok csak úgy volt hajlandó ezt elfogadni, hogyha a kár az kizárólag az anyagi kár, mire gondolok itt, amit kizártak, például a környezetvédelmi károkat nem értik bele, tehát ugye felmerülhetne, hogy akár kárt okoznak ezek a műholdak a világűrben, hiszen mondjuk környezetvédelmi behatásaival, tegyük fel környezetvédelmi kárnak, tekintjük azt, hogy az éjszakai égboltot megváltoztatják. Ebben nem érthető bele. A világűr egyezmény alapján a környezetvédelmi kár nem érthető bele, és ami nagyon fontos, hogy a frekvencia, interferencia sem érthető bele a kár fogalmába. Ez sincs benne egyébként kifejezetten a világűr egyezményben, de a nemzeti szabályozások többsége már kizárja, például a francia szabályozás kizárja. Ami hatásra lehet egyébként ezeknek a, és ez közvetett hatás, mert azt én sem tudom megítélni, hogy mekkora az esély, hogy valakire ráesik egy műhold. Viszont a közvetett hatásra sokkal inkább veszélyes, az én véleményem szerint, a nevezetesen az űrbiztosítás piacára. Ugyanis, hogyha ennyi műhold lesz fönt, az nyilvánvalóan megnöveli a kockázatát a világűrben való ütközések bekövetkeztének, vagy egyéb incidenseknek, és ezáltal a biztosítási díjak lesznek jóval magasabbak, vagy egész egyszerűen nem fogják biztosítani a biztosítók ezt a piacot, ami pedig ellehetetlen... Bocsánat, hogy közbeszólok. Erről a múltkor már, mintha írtunk volna az űrvilágon, hogy valamelyik biztosítás... Ez már nem a jövő, ez már a jelen, ez már a jelen, amit Balázs mondasz. És ugye, ami a probléma ezzel kapcsolatban, például, hogyha Magyarország helyzetét veszük, ugye Magyarország nem egy űrhatalom, feltehetően nem is lesz az, viszont igenis nagyon fontos szerepe lehet a kisműholdas projektek esetében, és a kisműholdas projektek tipikusan azok, amik egyébként alacsony földkörüli pályán vannak, és az ő esetükben is azért megnő az ütközés lehetősége, most nem feltétlen SpaceX műholdakkal, csak az általános esély ennek, és pontosan ezek azok a projektek egyébként, akik általában nem tudják kifizetni a szigorú felelősségbiztosítás, vagy a komoly felelősségbiztosítási díjakat. Sok országban ezeket a tudományos célú műholdakat egyébként mentesítik is ez alól, de az állam már ekkora felelősséget vállal, és ilyen kockázatot vállal, vajon ez meddig lesz tartható?
Tehát egy nagyon veszélyes környezetben fognak ezek a műholdak, például a magyar kis műholdak is működni, és ha figyelembe veszük azt a hírt, amit már nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy a SpaceX-nek volt egy műholdja, ami igen közel került egy ESA műholdhoz, és hát az információt hallottam ezzel kapcsolatban első kézből, az volt, hogy a SpaceX nem volt igazán együttműködő, amikor arról volt szó, hogy valaki csináljon valamit, mert különben ütközni fognak a műholdak. Tehát igenis nagyon szigorúan szabályozni kell azt a jövőben, amit talán a Sanyi említett, hogy kreszt, egy űrkreszt bevezetni, és mindenkinek tartani magát ahhoz, hogy mindenkinek sokkal többet kell tenni azért, aki irányítani tudja nyilván a műholdját, hogy ezek az ütközések elkerülhetőek legyenek. Köszönöm szépen, Sanyi, még az előbb valamit akartál hozzátenni ehhez. Nem, már csak nem. Amit te magad mondtál, a biztosító, hogy ez már egy létező probléma, hogy az alacsony pályákra egyszerűen van, aki nem köt biztosítást, mert akkorának ítéli meg a kockázatot. Igen. Visszatérhetek kicsit a csillagászat témára, mert ez a szép idézet, amit itt beolvastál egy levélből, nekem nagyon nem szimpatikus ez a hozzáállás. Tudnélik, ha kihagyjuk belőle azt, hogy a szabad szemmel nyugodt vidékről látható égbolt látványa, és általában az égboltról beszélünk, akkor a repülőgépek zavarják legjobban az égboltot, a felhők után a repülőgépek, és utána következnek esetleg sokkal kisebb mértékben a műholdak. Na most ebben a vonatkozásban más a helyzet, hogyha a szabad szemmel már nem látható, tehát abban a tartományban lépünk, ahol már távcsöves megfigyelések folynak, ott valóban más a helyzet. De az a nagyon érzelmi megközelítés, hogy az égbolt látványa az több ezer éve az emberiség öröksége, az nem tartható szerintem, mint érv, mert az az égbolt már régen nem létezik, amelyet a mi őseink láttak. És nem csak a nagyvárosokban, de sehol. Tehát ilyen értelemben mondjuk pert indítani a újonnan fölbocsátandó holdak esetében azért értelmetlenség, hogyha az nem szabad szemben nem látható, akkor az emberi örökséghez nem tartozik az a rész, hogy a 12 magnitúdós csillagokat zavarja. Tehát itt válasszuk külön ezt a nagyon erősen hangsúlyozott, különösen nem a szakcsillagászok által, de általában erősen hangsúlyozott gondolatot, hogy ezek a műholdak a mi örökségünket, a mi világképünket változtatják meg. Nem, ezek a műholdak, ezek remélhetőleg, hogyha sikerül, és erre biztos vagyok, hogy erre meg fogják találni a megoldást, hogy ezek ne legyenek szabad szemmel láthatóak, akkor ez nem lesz egy olyan nagy probléma. És egy kicsit nézzünk a jövőbe. Szóval azzal is vitatkozni lehetne nagy nyugodtan, hogy mi lesz 10-20 év múlva a földi távcsövekkel általában. És hogy ott, ahol telepítették a legnagyobb távcsöveket azért, mert azt hitték, hogy ott soha nincs felhő, és jó idő van esetleg, épp ellenkező irányú, akár a globális felmelegedés hatására, más a helyzet, más lesz a helyzet. Szóval csomó mindent nem tudunk előre. És nagyon nem tudjuk előre a légkör viselkedését sem. Ez egy más téma, hogy amik itt elhangzottak arról, hogy mennyi idő alatt jön le egy hold, az természetesen egy átlagérték. Hát itt az nagyon függ attól, hogy milyen a naptevékenység, függ attól, hogy a holdnak mekkora hatáskeresztmetszete, hogy milyen pályán van, ellipszis pályán vagy körpályán, és ezek erősen befolyásolják azokat a számokat, amiket említettél, Sanyi. Szóval itt ezek nagyon bonyolult történetek, és szerintem a legnagyobb problémát abban látom, és aztán nem akarok többet erről beszélni, hogy nem volt előzetes konzultáció ebben az ügyben. Tehát, hogy elindították ezt az egész projektet, tényleg felbocsátották a holdakat, anélkül, hogy ezeket az alapvető problémákat megbeszélték volna szakemberekkel.
és nem adtak választ. Én nekem az az érzésem, hogy még nagyon sok vita lesz erről később. És biztos, hogy nem egyszerű ezeknek a veszélyeknek a nagyságát reálisan felmérni, amikről szó volt, akár ütközésről, akár arról, hogy mekkora kárt okoznak a földön, esetleg lehulló darabjaik. Legtöbbször azt se tudják, hogy melyik holdnak a darabjai azok, amelyek becsapódtak. Hát szóval nagyon nehéz a felelősségbiztosításnak a kérdése is. Szóval most sok mindenre válaszoltam hozzá, mint elhangzott, de ez a része a mai napnak azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolgokat vetett fel, és nagyon, nagyon klassz, hogy erről itt szó volt, és remélhetőleg nem utoljára, mert a dolog hát, gyorsvonati tempóval fejlődik, és erről beszélnünk kell a mondban. Köszönöm szépen, Iván. Nagyon jó, hogy így lezártad. Közben jött egy nézői hozzászólás, és ő Ivánnak arra a megállapítására reagál, nagyon egyetértőleg, hogy valóban a repülőgépek azok mennyivel nagyobb fényszennyezést és zavart okoznak a csillagászati megfigyelésekben, mint a műholdak, tehát ő is itt azt mondja, hogy bizony a repülőgépek azok sokkal több zavart okoznak. Ahonnan egyébként az az általam előbb idézett nézői gondolat érkezett, ott azért még sötét az égbolt, én tudom, hogy hol lakik ez a kedves barátunk, ott bizony még nem olyan az égbolt, mint amilyen mi innen Budapestről látunk. Na hát nagyjából körüljártuk ezeket a problémákat, a veszélyeket is. Az utolsó pár percben egyetlen egy idézetet olvasnék föl, ami nem a műhold seregekre vonatkozik, egész másra vonatkozik, de én azt hiszem, hogy ez ide is érvényes lehet, és talán erről mondanátok egy-egy mondatban véleményt. A Csebben a tenger mutatja meg, hogyan szöknek ki az óriás vállalatok, így a tudatipart uraló tech cégek a nemzetállami, és igen, a jogállami keretek közül. Az út végén tényleg feleslegessé válik minden demokratikus rendszer, hiszen az ellenőrizhetetlen óriás vállalatok profit érdeke felette áll a jognak. Felette áll, és érvényes ez a műhold seregekre is, Balázs? Nem áll fölötte, egyértelműen, ezt fontos hangsúlyozzuk, viszont úgy gondolom, hogy pont a műhold seregek esetében sokkal kevésbé igaz ez a megállapítás, mint mondjuk a Google, a Facebook és az egyéb online platformok esetében. Azoknak a Facebook, Google esetében már tényleg azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy másodlagos jogrendszert hoznak létre, egy ilyen pseudo jogrendszert alkotnak meg, saját eljárási szabályaik vannak, ugye lehetett olvasni, hogy a Facebook saját maga hozott létre, saját maga felett egy fellebbviteli bíróságot, ott a szólásszabadság kérdéseit egy nem a magyar, nem a strasburgi, nem az amerikai, bár inkább az amerikai jog alapján ítélik meg. Tehát gyakorlatilag egyre inkább államként kezdenek el működni sok szempontból. Ez a megállapítás az ő esetükben szerintem kifejezetten helytálló. A műhold seregek esetében én azt hiszem, hogy azért kevésbé helytálló, mert szerintem ezekben az esetekben, mondjuk az amerikaiak esetében, az amerikai állam legalább annyira érdekelt, és működik együtt ezekkel a szolgáltatókkal. Tehát én azt látom, és nem akarom belekeverni a hold témáját is, de azért nem lehet figyelmen kihagyni a kontextus tekintetében, hogy az amerikai állam gyakorlatilag ezekkel a cégekkel karöltve próbálja meg a világűrben a saját szerepét megerősíteni, és nem ő csinálja, hanem gyakorlatilag technológiai cégeket csináltatja és csinálja. Tehát azt hiszem, hogy itt ők nem nőttek az Egyesült Állam fejére, ott nagyon is ők kéz a kézben járnak. Mondom, az egyéb online platformok, Facebook és Google esetében már sokkal inkább helytálló az a megállapítás. Köszönöm szépen, Balázs. Ehhez még egy-egy mondat valakitől van-e? Én szívesen hozzászólok, hogyha mondjuk ezt a mondatot megpróbálnánk a több műhold seregek belépők közül az egyik cégre, mondjuk a SpaceX-ra, akiről ma többet beszéltünk, értelmeznek. Ők abból a szempontból vannak egy nagyon különleges helyzetben, hogy rendelkeznek szinte mindennel, ami az általuk
nyújtott szolgáltatáshoz szükséges, mert hogy van rakétájuk, amikkel fel tudják bocsájtani, és vannak műholdjaik, amiket fel akarnak bocsájtani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a szerencsés együttállás, ami nyilván a SpaceX-nek egy kőkemény technológiai utat jelentett az elmúlt évek során, ez azért lehetővé teszi azt, hogy jól versenyképesebbek legyenek, mint a különböző társaik, és ebből a szempontból elképzelhető az, hogy pár éven belül le fogják tarolni a piacot. Ugye ők arról beszélnek, hogy 2020 végére Amerikába, vagy Észak-Amerikába és Kanadába, 2021-ben pedig az egész világon szeretnének már szolgáltatást nyújtani, és azért az látszódik a különböző infokommunikációs trendeknek a világába, hogyha valaki elsőként tud lépni, akkor azért hosszú ideig ő lehet meghatározó a passzát szeret tekintve. Köszönöm szépen, Laci, és köszönöm mindannyiótoknak a közreműködést. Én úgy látom a nézői reagálásokból, hogy a téma érdekes volt sokak számára. Remélem, hogy tudjuk ezt folytatni. Még inkább remélem, hogy egyszer majd úgy tudjuk folytatni, hogy a nézők jelen vannak, és ott helyben föl tudják nekünk tenni a kérdéseiket, és mi ott válaszolunk, nem csak ilyen kétszeres szűrőn keresztül, hogy én azt teszem föl nektek, azt a kérdést, amit én érdekesnek találok, hanem ott bárki, bármelyik őtöktől megkérdezheti azt, amit ő gondol. Vannak terveink, sőt, most látva ezt a nagy aktivitást, vannak olyan terveink is, hogy akár majd meghívom az urakat vagy másokat egy hasonló beszélgetésre, ahol még aktívabban részt vehetnek a nézők, és egy szélesebb témakörben többféle kérdést tehetnek föl. Olyanokat is, amiket ma azért nem továbbítottam a vendégeinknek, mert nem tartoztak a témához, és lám, így is kimerült a két órás keretünk, amit erre a beszélgetésre előirányoztunk. Én befejezésül szeretném megköszönni egyrészt a Galileo webcastnak a közvetítést, amiről itt közben olyan jelzéseket kaptam, hogy kitűnően ment és nagyon jó volt. Szeretném megköszönni Székely Anna Krisztinának, hogy itt a kérdések továbbításában ezt a kétlépcsős láncnak az egyik lépcsőjét azt ő ellátta és továbbította nekünk a beérkező nézői kérdéseket. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és természetesen végül, de nem utolsó sorban köszönöm szépen a résztvevőknek, Almár Ivánnak, Frey Sándornak, Bacsárdi Lászlónak és Bartóki Gönci Balázsnak, akik ugye rádiótechnikai, technikai, műszaki, csillagászati, illetve jogi szempontból megvilágították ezt a kérdést. Köszönöm szépen a kedves nézők figyelmét is, és remélem, hogy találkozunk a MANT, illetve a távközlési szakosztálynak a különböző rendezvényein. Viszont látásra, jó éjszakát kívánok!